Jelentetted ezt is? Nem. Így jó? Szerintem jó. Na, belájkoltunk. 24.46. Na, hellóztok. Majd úgyis mindjárt csatlakoztok. Vagy nem. Közben én elkezdem azért. Sziasztok. Ez egy újabb live csütörtök, mert úgy döntöttem, hogy egy kicsikét így rendszerezem a csatornámon is a dolgokat, illetőleg az Instagramon is. Hello! És ezért a mai napnak egy ilyen nevet adtunk, hashtag live csütörtök. Úgyhogy nagyon menő, egy-két hetente fogunk, ugye, bejelentkezni. Igyekszünk, de annyira nincs menő, mint a retro ropi retro kohában. Majd ahogy időnk engedi, és nagyon szupi kérdések jöttek megint, és amire tudunk, őszintén válaszolni is fogunk. Most egy kicsit ilyen lelki is, lelkizős is, meg mindenféle, úgyhogy nézzétek, hallgassátok. Te hozzáfűzöl még valamit? Igen. Nem különösebben csodálatos felvezető volt, köszönjük szépen, és most a zenekar. Bele is csapunk akkor a közepébe. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk vagytok, iratkozzatok fel, kis csengő, ha bár ezt lehet a végén szokták elmondani, mi most az elején ügyelünk. Nem baj, figyeljetek, hogyha érdekesnek találjátok ezt a question and answer videót, ezt most a YouTube-osoknak mondom, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hagyjatok kommentet, és írjátok meg, hogy milyen témákkal készüljünk még nektek, de nektek is mondom, Instagramerek, sziasztok! Tök szuper, megint én szerintem milyen teljesen gyakorlatias kérdéseket tettetek föl, uh-huh. És hát igyekszünk a legjobb tudásunk szerint megválaszolni nektek erre. Próbálunk valamiféle tematikát, mert azért vannak hasonló kategóriában kérdések, de vannak ilyen teljesen külön természetűek is, és akkor ezt szerint összefoglaljuk. Hát, kezdjük a legelsővel. Azt mondja, hogy határ és konfliktus kezelés a tágabb családban. Hát ez egy nagyon jó téma szerintem. Szerintem itt ugye arra gondol a kedves kérdező, hogy hát hogyan húzzuk meg a határokat esetleg a család tagjainkkal szűkebb és tágabb értelemben is, hogy vannak-e egyáltalán ilyen határok nálunk. Természetesen a válasz az igen. Nagyon fontosnak tartjuk egyébként, hogy mi, mint már megszokhattátok, általában mindent biblia alapon próbálom megközelíteni, és ott is ugye egy ilyen nagyon egyszerű példán keresztül azt mondja a biblia, hogy hát elhagyja a férfiú az ő anyját és apját, és az ő feleségével lesznek ketten egy test, és így tovább. Tehát, hogy egy ilyen teljes szeparálódást jelent ez a dolog. Nyilván nem felejtettük el, hogy kik a szüleink, nagyon hálásak vagyunk továbbra is, de hogy ugye egy külön család, mint olyan jön létre ilyenkor, és hát mi így szépen az idő során megtanultuk azt, hogy érdemes és jó is, hogyha egy határokat húzunk. Például szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy akármennyire is szeretjük, tiszteljük a szüleinket, tehát ezt mindenképpen szeretném leszögezni az elején, hogy jó családi viszonyt ápolunk a szüleinkkel, de hogy van egy olyan határ, aminél már a két generáció közötti különbség az egy eléggé éles vonalat képvisel, hiszen korunknál fogva is másabb a világ felfogása sokszor az embereknek, még akkor is, hogyha egyféle családi háttérből jönnek, akkor aztán meg végképp, hogyha esetleg mondjuk a két család között más szociális háttérből, vagy anyagi háttérből jönnek. Tehát ilyen egyszerű dolgok is tudnak különbségeket okozni. De alapjában véve nálunk az például gyakorlati példát mondjak, mit tudom én, mi sose szoktunk beszélni mondjuk a bevételeinkről a családnak, mert egyszerűen ez az anyagi dolgok azok köztünk szoktak zajlani arról való beszélgetés, de én se gondolom azt, hogy mindenki számára publikus kell, hogy legyen, még családon belül sem. Még családon belül sem, igen, mert ez egy olyan, tudjátok, ez egy ilyen privát dolog, tehát vagy legalábbis kellene lenni. Én úgy gondolom, hogy az embernek le kell fektetni a bizonyos alapvető dolgokat. De például a másik gyakorlatilag dolog, hogy mi szeretjük például előre leegyeztetni a találkozót a családtagokkal, testvérekkel. Pontosan, ez nekem egy... Az idegenekkel, aztán meg végképp most nyilván a kérdés az ugye a családon belül vonatkozik,
hogy az olyan, mi se esünk oda senkihez általában, én azt mondom, hogy az esetek 99%-ában. Néha előfordul, hogy előtte negyed órával hívjuk őket, például a barátainknál volt múltkor, hogy elmentünk a házuk mellett, és nem is mondtuk, hogy bemennénk, de mondtuk, hogy jó, most mentünk el a házatok mellett, és csak az egyik autót láttuk, mi a helyzet, és akkor mondták, hogy gyertek már be, és akkor megfordultunk, bementünk egy jó kávéra. Burkolt meghívás. Meg nyilván olyan is volt, hogy családtagnak mondtuk, hogy figyelj, egy picit beugorhatunk, és mondta, hogy igen, nyugodtan. De olyan is volt, hogy azt mondta, hogy nem. Persze, ez szerintem teljesen normális dolog. Figyeljetek, külön családok, tudjátok, hogy mennyi minden befolyásolhatja az embernek a napját, nem feltétlen van. Sokszor hajszitek, hanem még ilyen is belejátszik, hogy valaki egyszerűen csak mondjuk maga akar lenni, vagy fáradta a másikhoz, és ez nem azt jelenti, hogy kevésbé szereti, vagy ilyesmi, csak egyszerűen nincs az a kis plusz energiája. Ugye nálunk aztán meg végképp, hogyha mi valahol rendőrségbe megyünk, azért ugye mindjárt 8-an megjelenünk, tehát azért ugye tud egy kis alapzaj lenni, milyen szépen persze fogalmaztam. Alapzaj. Tehát, hogy azért ehhez is kellő fölkészülés kell a mondjuk esetleg a vendéglátó részéről, nem is azt a hadzsák chipset értem ez alatt, hanem nem, azt a 8 liter üdítőt, hanem tényleg az, hogy megadjuk a másiknak azt a tiszteletet, hogy nem rontunk csőstül a házban. 3 napi melegételről megfeledkeztem. Igen. Konfliktus kezelés, ugye ezek a határok, tehát még tudnék ilyen dolgokat mondani, Isten igazából, ami így ehhez kapcsolódik. Bocsánat, még hadd mondjak ehhez valamit. Tehát egy bizonyos szinten túl a gyereknevelésben sem szól bele, nem szól bele más. Az is kettőnk között zajlik, annak a megbeszélése, a problémák esetlegesen. De néha előfordul, hogy tanácsot kérünk. De azt, hogy valaki magától elkezdi mondani, vagy mit tudom én, azt úgy megbeszéljük, hogy ezt ne, vagy köszönjük. Tehát előfordult olyan is, hogy jó tanácsot kaptunk, és akkor megfogadtuk, de olyan is volt, hogy mondtuk, hogy ezt majd hadd beszéljük meg mi ketten. Szerintem az őszinteség az tök fontos. Hogy mondjam, minden családnál más lehet ez, de és itt nagyon vékonyak ezek a határvonalak, de azért az tényleg fontos szerintem észbe tartani, hogy ha nem kérdezik, akkor nem feltétlenül kell beleszólni, ez igaz, oda-vissza is. Más az, hogyha tudjátok, valaki tanácsot kér, vagy valami, akkor az ember a legjobb tudása szerint, de mi is például úgy szoktuk ezt elmondani, hogy mi mit tennénk egy adott szituációba. Semmiképp, hogy figyelj, tuti, hogy ezt csináld, mert annyiféle dolog lehetséges egy ilyen helyzetben, hogy nem biztos az, ami neked így kívülállónak jónak tűnik, de mondjuk nem ismersz egy kis részletet, ami már mondjuk tök másként hozza ki az egésznek a vég kifejletét. Ezért inkább mi azt szoktuk azt az elvet alkalmazok, hogy inkább mi mit tennénk. Vagy mondjuk a saját családunk esetében én szerintem fontos az, hogy senki ne akarjon túlzottan egy bizonyos mértékig beleszólni. Tehát például adunk a szülők, meghallgatjuk a szülők véleményét, de abszolút eldöntjük azt, hogy most abból az ember megfogadja, nem fogadja meg. Most ebből lehet, hogy jól jövünk ki, vagy nem, de az megint a mi döntésünk volt, és akkor nem mutogatunk újjal, hogy na látod, nem kellett volna rád hallgatni, nincs, és akkor nincs haragvás belőle, hanem akkor megvan az a szabadság az embernek, hogy eldöntse. Hogy... Ez egy oda-vissza tiszteletadás is, abszolút, szerintem. Abszolút. Szerintem totálisan, csak még ezt akartam hozzáfűzni. Abszolút. Még mi volt ehhez? Konfliktus kezelés. Hát igen, végső soron. Tehát, hogy szokott az is lenni, néha előfordul. Hogyan szoktuk. Mindenképpen törekedni kell arra, én szerintem a rossz szomszédság, török átok, persze. Ebből kifolyólag azért így a családon belül is tud lenni néha olyan kapcsolat, amit nem szabad hagyni elmérgesedni. Pontosan azért, hogy az ember megőrizze a hosszú távon, mert a család az nem olyan, mint egy barát vagy egy idegen, hogy fölégeted magad mögött a hidat, mert tehát elismerem azt is, hogy nincs két egyforma család, tehát olyan is előfordul, hogy mondjuk kérlelhetetlen valaki valamiben, persze, és akkor el kell engedni. Természete válogatja, nem kell mindig megfelelni, még a családtagjainknak nem, sem. Nem, főleg egymásnak kell én szerintem mindenek előtt megfelelni. Ehhez akkor hozzákapcsolnám, mert itt közben van egy nagyon-nagyon hasonló kérdés. Ez konkrétan azt a címet kapta, hogy anyós témák. És akkor most valami szignálzene kellene jöjjön. Mint a szomszédok, pontosan ez jutott eszembe, hogy ilyen kis bejátszás, így anyós témák. Figyeljtek ide, hát
kinek ilyen, kinek olyan jut. Általánosságban fogunk beszélni róla. A lényeg a következő, hogy és igazából azért is hoztam most ide, mert kapcsolódik nagyon ahhoz, amit idáig elmondtunk, hogy nem szabad hagyni egy bizonyos szintnél jobban, hogy beleszóljanak az életetekbe. Higgyitek el, tudjátok, mint azért, mert ha valami történik, akkor legyen a ti döntésetek. Még hogyha rosszul is döntöttetek. És meg kellett volna fogadni a tanácsot, még akkor is. Mert akkor azt nem lehet... De akkor viszont a korrektség úgy kívánja meg, hogy akkor nem mutogatsz másra, hanem akkor belátod. Rajtam, mea culpa, én bűnöm, kész. De akkor ez tiszta. Egyébként meg lehet hallgatni, azzal azért vigyázzál, hogy mit tudom én, hogyha valami folyamatosan ismétlődés, és már 250-szer mondják meg, hogy hogyan fogd meg a gyereket, és hogyan büfisztesed, és a többi. Ez az olyan dolog, hogy aztán ennél komolyabb témák is vannak, ugye? Persze. Amik előjöhetnek egy családba, de a lényeg az az, hogy tisztelni kell, tehát én úgy gondolom, hogy a tisztelet az meg kell adni. Egyhogy idősebb is sok dologba például tapasztalta. Meg itt megint csak így visszautalok egy pillanatra a Bibliára, hogy ugye mivel a szülők iránt való tisztelet az a Bibliában egy külön helyet foglal el a 10 parancsolatba, és ugye tiszteld apád, anyádat, hogy hosszú életű légy a Földön. Én úgy vagyok vele, hogy ezt jobb betartani, és mondok egy erőset. Én szerintem ezt akkor is meg kell a tiszteletet tartani, hogyha mondjuk ez egy ilyen egyoldalú. Tehát, hogyha egyoldalú a dolog, senki ne keverje össze a tiszteletadást az ilyen majom szeretettel, meg a tűzön vízen akkorok, nem. Nem, a tisztelet az, hogy a tiszteletbe tartja az ember a másiknak azt a személyét, hogy tényleg tőle származik. Ő hozott a világra, eljuttatott téged addig a pontig, ameddig úgy, ahogy, kinek jobban, kinek kevésbé, tényleg millióféle variáció van, vagy még talán annál is több, de hogy ezt a fajta tiszteletet meg kell adni. Szeretet kérdése az ugye, az megint szituáció függő. Biztos, hogy van olyan család is, ahol nagyon nehéz szeretni a szülőket, vagy a szülőt, mert mondjuk, hát mit tudom én, valaki eldobta a gyerekét magától, akkor évek után jut eszébe, vagy esetleg én rossz apa, rossz anya, tudjuk, hogy nagyon sokféle dolog bejátszhat az alkoholtól kezdve, tehát nagyon sokfélék vagyunk. De én úgy gondolom, hogy egy olyan alapvető tisztelet kell legyen, hogy igen, ő az édesapám, igen, ő az édesanyám, és akkor nyilván ehhez viszonyítva kell, hát most anyós témák néven foglalt össze valaki, de nyilván ez az édesapára is vonatkozhat. Ugye nagyon sok családban sajnos előfordul, hogy egy apa van, vagy tehát, hogy vagy apa van, vagy anya van, igen, egy szülő, ugye hiányzik valaki a képből. Itt nyilván ugye fokozottan lehet az, hogy valaki nagyon kitett magáért egyedülálló szülőként, és próbált, vagy éppen ellenkezőleg nagyon nem tudta ellátni, még akár az ő szerepét is, nemhogy kettőjét, de én úgy gondolom, hogy adjuk meg a másiknak a tiszteletet, és tartsuk meg magunknak azt a döntésjogát a szituációkba, mi nem engedünk beleszólást különösebben. Tehát az más, hogyha kikérjük a véleményt, meghallgatjuk, és még ott még mindig el tudod dönteni, hogy szeretnéd-e azt, vagy sem. Törekedjünk szerintem arra, ezt bárcsak a 13 évvel ezelőtti én nem is tudta volna, hogy tényleg ahogy érezzük a dolgokat, és ahogy, tehát ami a szívünkön, az legyen a szánkon is, de jó értelemben. Tehát nem kell hazudozni, nem kell felszíneskedni. Kerek perec meg kell mondani, hogy te mit gondolsz arról az adott dologról, te hogy érzel, hogy ő most szólt neked valamit, ami nem tetszett, akkor azt meg kell mondani őszintén, mert hogyha csak kerülgetitek a forrókását hónapokig, évekig, akkor a eltávolodás lesz, ami nem baj, mert lehet, hogy vannak olyan családok, ahol nem tud kijönni egyáltalán az anyós, meg a veje, vagy a menye, nem lehet tudni. Nekem ilyen szempontból nagyon nagy szerencsém van, mert az anyósom a barátnőm is, innen is csókoltatom, puszilom, és én azt vettem észre, most pár évvel ezelőtt megbeszéltük, hogy én is elmondom őszintén, amit gondolok minden dologról. Ő sem egy megsértődős típus, hála Istennek, meg nem szoktam vele úgy kommunikálni, és ő is elmondja őszintén nekem a dolgokról, hogyha megkérdezem a véleményét arról is, hogy mi a véleménye, hogy mit gondol, és szerintem ez így működik. Hogyha meg van benned egy törekvés arra, hogy ezt megvalósítsd, de mégis úgy látod, hogy nem megy, akkor meg
dobbancsál. Figyeljetek, ha parton... Nem csinálj belőle lelki preszt is, mert lehet belőle azt csinálni, de nem érdemes. Ha partonan a dolog, akkor lehet, hogy távolról kell szeretni a másikat. Nem tudom, egyszer kimondta, hogy jobb távolról szeretni valakit, mint közelről utálni, gyűlölni. Vagy gyűlölni. Tehát, hogy ez... Bizony, így van. Lehet, hogy olyan típus, vagy esetleg ilyen kérlelhetetlen, vagy egyszerűen nem működik a kémia. Azt kell megérteni, hogy egyéb iránt te vetted nő, vagy házasodtál. És nem őt, ő hozzámentél tehát hozzá, ő, nem őt vetted el, igen, igen. Hanem a gyerekéhez. Meg ne engedj, figyelj, tehát ilyet meg aztán tényleg végképp nem szabad engedni, hogy mit tudom én, folyamatosan vegzáljon titeket valamivel, anyós-após egyaránt, tehát hogy esetleg a másikat lebecsmérelje, tehát az is... Nem szabad, hogy a feleséget és a férjet egymásnak ugrassza, tehát azt nem szabad hagyni. De nem. Senkinek se szabad hagyni. Egyrészt, ez igaz, mert nektek össze kell zárni. És az vagyunk. Is nagyon rossz dolog, hogy esetleg mondjuk valaki kifelé, az apósa, vagy a... Tehát pontosabban az anyja, vagy az apja felé a másikat mondjuk kibeszéli. Hát az olyan, igen, mert ugye a házasság az egy nagyon bizalmi dolog kell legyen. Igen. Lehet, hogy ide bele is fűzöm a következő kérdést, mert van egy ilyen, ha jól emlékszek. Mitől jó egy házasság? Sok minden. Például ez egy olyan dolog, hogy az összezárás. Egyébként ajánlom a kérdés feltevőjének a legelső question and answers videónkat, ott egy kicsit így foglalkoztunk vele, de így nagyjából azért elmondható az, hogy jó házasságban tényleg nagyon sok minden beletartozik, de első körben az, hogy ti vagytok a házasságnak a résztvevői. Két ember. Nem három, nem négy, nem öt. Nyilván, hogyha mondjuk hívő emberek vagytok, akkor ebbe bele lehet vonni Istent, hogy nagyon sokan ragaszkodnak az egyházi szertartáshoz, én szerintem ez egy valós dolog. Isten is azt mondja, hogy egy hármas kötél milyen nehezen tud elszakadni, mert a férfi, a nő közé belép még Isten is egy harmadik félnek, aki az egészet így, tudjátok, mind a tengerészeknek a hármas kötél, ami így össze van csavarva. Tényleg nehezen szakad el. Hát az igen. Tehát gondolom. A lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy a fiú-lány kapcsolatban, férfi-nő pontosabban a házasságban nem szabad mást beleengedni. Pont a házasság szentségének az a lényeg, én szerintem, hogy ez, hogyha megvan a kettő között, ez a tényleg szövetségként tekintünk mi is rá, akkor abban a harmadik félnek nincs helye. Igen, és semmilyen szintű beleszólása, ez az igazság. És nem csak mit tudom én, persze evidens az, hogy szerető, meg ilyenekre nem is beszélve, de viszont itt kell olyannal is számolni, amit az előbb említettünk, hogy esetleg anyós, após, anyuka, apuka részéről nincs bele, nem lehet. Nem kell mindent megosztani mindenkivel. Tehát azt érted, volt olyan ismerősöm, aki mesélte, hogy még a legintimebb dolgokat is, hát ők megosztják a szülőkkel is. Hát miért? Miért? Itt talán ehhez még hozzátenném azt, hogy jó házassághoz hozzátartozik az például, hogyha már itt benne vagyunk ebbe a témába, hogy a különélés. Az fontos. Az egy nagyon fontos dolog. Nem fenn a tetőtérben, nem az alsó szinten. Lehetőség szerint még egy udvarban, és félreértés ne essék, még egyszer kihangsúlyozok. Nagyon jó a szülő, anyós-após kapcsolatunk mindkettők részéről, úgy gondolom. Ugyanakkor ez egy olyan dolog, hogy szükséges ennek elszeparálódnia, és ja, különmenni. Ez az életrendje. Tudom, hogy nagyon sokan, és nem is akarok képmutató lenni. Mi is volt olyan, hogy éltünk átmeneti ideig egyébként, éltünk szülőknél. Egy ugródeszka. És tudom, hogy nagyon sokan most ezt mondják, hogy ha, na tessék, de figyeljetek ide, eljön egy pont, ami után nem szabad. És nagyon fontos azért, hogy megőrizze az ember a jó kapcsolatát a szüleivel. Nem mindig megy úgy, hogy együtt. Az apósával, anyósával. Tehát, hogy ez egy lehet, hogy anyagilag tök kifizetődőnek tűnik. Nem kell lakbért fizetni, csak beszálltok egy kicsit a rezsibe, az ételbe, ebbe-abba. De mi van, ha rámegy a kapcsolatotok? Most általánosságban mondom, tehát velünk ilyen nem történt. Persze, de van példa rá. Tehát volt példa rá, és ez meg tudja mérgezni a kapcsolatot a fiatal házasok és a szülők, vagy tehát a szülők között. És ezt nem szabad hagyni a szülőkre, tényleg az ember későbbiekben is támasz tud lenni, oda-vissza persze természetesen, de hogy ez ne tudjon megromlani, erre nagyon oda kell figyelni. Én szerintem is például a kokár jó házasságnak szerintem az egyik titka az, hogy a különválás
Figyelj, hány négyzetméterre kezdtünk? 20. Először nem volt 20 szerintem. Ja nem, kollégiumban, bocs, kollégiumban kezdtünk. Maximum 12-13. Figyeljetek, egy ilyen, nem, mondom én neked, ez egy ja, ilyen... Ja, te tudod? Ez egy ilyen, hát nem csak így fejből, nagyjából ez egy ilyen 3x3 feles szoba volt. Nagyon plusz durva. Egy kis előszoba, amiben volt egy kis kézmosócsap és egy kis zuhanytárca. Tehát ennyi volt a... Egy kollégiumi szobát képzeljétek el, egy kétszemélyes, de abból is az a kisebbik. De olyan jó volt. És mi ott kezdtük, és tök jó volt, tényleg szuper, legszebb éveink egyike volt az, nyilván ugye persze friss házasok, stb. Aztán ahova tovább mentünk, az mondjuk ennek épp hogy csak a duplája volt, az ott egy polgári lakásnak az ilyen cseléd szobája volt, az ugye galériás, fönn aludtunk, len volt a nappali étkező, minden, és volt egy ilyen kis kóny főző fűkécske, amiből nyílt egy kis eau de toilette, és akkor ennyi volt. De 29 ismét elmondhatom, a galériával együtt, de ismét elmondhatom, hogy megint csak totál jó volt, megtanultuk önállósodni, kapcsolgatni egymás után a villanyt, nehogy sok legyen a villanyszámla, meg mit tudom. Kiveszekedtük magunkat. Kiveszekedtük, tényleg, ezért törtünk, zúztunk, és akkor... Volt, hogy a szomszédnek is egy pár kávéscsészét így odáeresztettünk, mert mi voltunk, ha esetleg látnám. Figyelj, üvöltöztek állandóan, minden, figyelj, szombat délelőtt 11 óra, fennhangon, mert megcsáltál a Barbie-val, a társasház ugye benne, és akkor ez ment órákon keresztül, szegény fószer csak ült, nyelt, szívta, kapta soha az évet. Szinte soha nem hallottuk a fickó hangját, soha. Mindig a nőjét. Lehet, hogy nem is volt, valami is kizonő volt csak, de mindegy. Szóval... Aztán néha fogtuk, azt ledobtunk valamit, hogy maradjanak már. Ja, és akkor igen, egyszer mondom neki, figyelj, de én lemegyek, én adjon ütelőket, és akkor egy ilyen... bérelt lakás volt, és hát fő volt szerelve, persze, tudjátok, a nagymamának a cuccai voltak otthagyva. Ezután is Bocs Zoli, hogyha esetleg valaha nézed. Megfogtuk egy ilyen jó, emberes, nem tudom, piros pöttyös bögrét, és pont alattunk voltak, és így kihajoltam, és így a földről így lefelé megcsaptam, és szétcsattantak őt, de akkor, hogy szerintem ezért két utas sarokkal, és alig vízhangzott az egész. Ez fényes nappal volt, nyáron délelőtt, és mivel nem volt légkondi a házban, vagy a házban, kislakásban, ezért egy nyitott ajtónál főztem éppen. Nyitott ajtó, ablak, ami volt a sztárvány. Amikor Joe ugye ledobta azt az ominózus bögrét, akkor minden elhalkult, mindenki, és így 5 perc múlva mondom, konstatáltam, hogy ú, de jó, nyugiba fogok főzni. Joe a nappali konyha étkezőben volt. Hallottuk egy kis cíttegést, amint söpörte össze a cuccok tök lémán. Te éppen lépeztél, azt hiszem. Erre gyerekek nem hisztek el, 10 percre rá, ott áll a nő. Észre sem vettem, hogy ott termett, nagyon megijedtem, ugrottam is egyet, ha jól pedig ilyen 150 volt az egész növelő. Full ideig lisztes tésztás kézzel, lisztes tojásos kézzel, hogy áll, és így néz engem így. Úgy megijedtem, és kérdezték, maguk voltak, és valamit válaszoltunk neki. Mondom, tudom, micsoda? Furán beszélt, és akkor kérdeztük, hogy mi? Hát fogalmunk. Aki ledobta a bögrét, és akkor mondtuk, hogy hát nem mi voltunk. De lehet, hogy kicsit hangosak voltak, aztán azért valaki nem tetszését fejezte ki, mint nehéz dolgokban voltunk, mert felettünk már csak egy emelet volt. Na mindegy, szóval nagyon megijedtem. Tehát voltak ilyenek, az is egy szuper élmény volt, és kicsi helyen folytattuk, úgymond 29 négyzetméteren. De külön voltunk, miénk volt, tényleg minden jó volt. És olyan akkor... jó volt. Nyilván nem fontos az, hogy 100 kilométerekre lakjatok a szülőktől, mert nagyon jó az, hogyha tudnak segíteni. Most nem nyilván a kihasználásról beszélek, hanem, hogy ők is szeretnek unokázni. És hogyha ráérnek, akkor segítenek. És akkor mi van akkor, hogyha mit tudom én, 2, 3, 4, 5 vagy 10 órára laktok tőlük, akkor nem tudnak. És akkor hiába őrlődtök otthon, hogy most ez, most az, most nincs itt anyu, nincs itt apu, nagyon nehéz dolog tud lenni. Úgyhogy szerintem normál keretek között jó dolog tud lenni néha egy találkozás, egy gyerekvigyázás, egy valami, de a határokat be kell tartani akkor is, minden témában, minden tényleg, témában. Tehát te most tényleg ilyenekről, de tudom, hogy van ilyen, csak azért merek előhozakodni vele. Van, mert nekem is amúgy tök sokan írtatok ilyen dolgokat, csak nem mindent olvasok. Nagy azt higgyétek, hogy ez most ilyen téma nálunk, vagy valami, de például hallottam ilyet, hogy beleszól, és ez számomra annyira kretén, hogy én egyszer föl nem tudom fogni, hogy valaki ilyen körülmények között él, megmondta, hogy mikor lehetnek együtt. Szexuális. Én ezt először el sem hittem. Szexuális értelemben véve, hogy mikor feküdhetnek le ugye a házasok. Ez mi? Meg hogy mikor legyen gyerek. És akkor így hallgattam, ezt így álltam, és mondom, ne, hát azért ez... Igen, ezt én is hallottam, hogy figyú, még ne legyen gyereketek. Mert ő még nincs rá felkészülve. Mi?
Bocsánat. Nem már. Hú, ez figyelj, ez egy bicskanyílós dolog. Ez nagyon mély dolog ebben. Leghatározottabban kell az embernek távol tartani magát, mert ez már megint csak annyira a ti döntésetek, és a ti felelősségetek, és etc., hogy ez másra nem lehet. Nem lehet. Arról meg nem is beszélve, hogy akkor itt jön az, hogyha esetleg véletlenül nem a másik szobában laktok, akkor sokkal könnyebb ezeket elkerülni, hogyha az ember tényleg arrébb költözik. Én azt mondom, hogy az igazi, amikor így szombaton nem lehet átjönni egy szállásogatjába, egy dobozva ér a szülőknek, az már kellő. Az már kellő távolság. Az már kellő távolság. Ismétlem, aranyszüleink vannak, imádjuk így őket. Így van, a legnagyobb szeretettel mondjuk. De láttunk nagyon sok, és az a helyzet, hogy nem vagyunk idős emberek, de már ebben a korosztályban is nagyon sok embernél volt az így probléma az ismerettségben, hallottunk. Szűkebb, tágabb értelembe véve, és nagyon sok extrém dolgot nem szabad hagyni. Még egy dolgot, bocsi, akartam mondani. Volt olyan, aki írta nekem is, meg olvastam anyukás csoportba is, amitől szintén kész voltam, röviden, tömören, hogy ugye sokszor, mivel ők a szülők, ők az idősebbek, nem az, hogy visszaélnek vele, mert nem erről van szó, hanem ők például felállítanak egy tervet, most mondok valamit hasonlítószerűen, a gyereked nyaralásával kapcsolatban, hogy figyelj, én azt találtam ki, és nem az, hogy arra gondoltam, én azt találtam ki, hogy a gyerek menjen ide, jöjjön hozzám, ti külön lesztek, vagy együtt lesztek, akkor a férje, de ez az amaz, még ha jó szándék is vezérli, biztos tudjátok, miről beszélek, van egy kész kidolgozott terve, és ha te azt mondod, hogy figyelj, meggondoljuk, akkor van, hogy sértődés van belőle, mert nem fogadod el azonnal az ő kidolgozott tervét. Le lehet mérni, hogy mennyire akarnak kontrollt gyakorolni. Pontosan, és mennyire, mert azért ők is egy szinten, legalábbis belőlünk ki, a mi szüleinkből kiindulva, ők is adnak nekünk tiszteletet attól, hogy a gyerekeik vagyunk. Én ezt vettem észre. Hogyne. És ebből le lehet azt is szűrni, hogy mennyire tisztel téged az adott anyós, após, meg nyilván te is azért tiszteled a válaszoddal, tehát ne úgy válaszolj neki, ahogy gondolod néha, a szívedben van. Na mindegy, szóval egy szó mint száz, hogy erre is oda kell figyelni attól, hogy ők az idősebbek, attól ne legyen kész kidolgozott tervük a te életedre vonatkozóan. Akár legyen ez egy mélyebb dolog, akár legyen ez egy felszínes dolog. Nálunk, én nem merem ezt mesélni, volt egy konkrét példa, és anyukám megértette, hogy miért nem szeretném. Mondta a legnagyobb jó szándékkal, hogy ő azt találta ki, hogy repüljenek ki nyáron a két kislány hozzájuk Izraelbe. És én nem tudom elképzelni, hogy a gyerekem egy másik országba hajtja le a fejét nélkülem, és ezt megmondtam anyának, és megbeszéltük, és mondta, hogy teljesen rendben van, elfogadja. De ő jó szándékkal mondta, és látjátok, képlékeny volt a dolog, ezért anya hajlott arra, hogy oké, lehet nekünk más a véleményünk erről, és elfogadta. De van olyan, hallottam olyat, hogy meghatároz mindent a gyerekeknek, és mivel fiatalabb vagy, sokszor nem mersz szólni. Szóljál! Ez egyébként... Attól ugyanolyan ember vagy, még akkor is, hogy fiatalabb vagy. Szülőként, ja, nem, szülőként is előfordult, tudjátok, az, hogy sokszor a gyerekeken akarja az ember kitölteni, vagy hogy is mondjam, tehát bepótolni azokat a dolgokat, mondjuk, ami neki nem lehetett, és akkor nem lettél, mit tudom én, fuvola művész, akkor te mindenképpen fuvolára akarod iratni a gyerekedet, és akkor ezt nyomod neki. Ez ugye nem jó dolog, ebben biztos, ugye ezt megállapíthatjuk, de nagyon sokszor előfordul ez a generációval arrébbról is, hogy például a kokáért mondjuk mit tudom, apuka azt akarta, hogy űrhajós legyél, te nem lettél űrhajós, de akkor majd az unoka biztos űrhajós lesz. És akkor nyomja, persze vicces ez most meg minden, de vannak ebbe is ilyen tehát egészen ilyen extrém példák, amiket így hallottunk. Nem szabad ezt sem hagyni meg, hogy a gyerekből mit tudom én, mi legyen a foglalkozása, vagy akármicsoda, meg az még rosszabb, amikor most ez ilyen tényleg extrém, de ilyet is hallottam, hogy jaj, hát ennek az XY-on a Mariska lesz majd a felesége, annyira összeillenek, és akkor ezt nyomja, és akkor a baráti kör, meg meg stb., és már fél utca, igen, halljuk, hogy a Mariska lesz, és mit tudom, 8 éves a gyerek, tudod, és ilyen, tehát, hogy az ilyen extremitásokat is érdemes már helyén kezelni, meg ilyen magvába ezeket így elfolytani.
anélkül, hogy mondjuk az ember belegázolna, de nagyon őszinte leszek, lehet, hogy bele kell gázolni valakinek az érzelem világában. Úgy se tudsz az egész világnak megfelelni, és ne is akarjál. Így van. Még hogyha de mondom, tisztelet azért az jó, az hogyha fontos, fontos de ha még tisztelettel és racionális józan érvekkel sem érti meg, gyerekek, el kell engedni a témát. Tisztelte is lehet akkor, közölni persze, fontos dolgot, egy erősebb persze, dolgot. De akkor esetleg egy mitől kis távolság tartható. Még ehhez annyit akarok mondani, aztán tényleg hagyjuk ezt a dolgot, hogy nemrég szült az egyik kedves barátnőm, és annyit mondtam neki, hogy ha megengedett, hogy egyetlen egy dolgot mondjak, ezeket a szülő-gyerek határokat, mert mint az ő és a szülei, ő és az anyós apos határokat, ezeket az elején meg kell szabni, mert miután megszületik az unoka, ezt megint úgy mondom, hogy általánosságban, mert sok helyen olvastam, meg nyilván voltak dolgok, amiket mi is tapasztaltunk, utána egy kicsit átalakul az egész kapcsolat, és ha nincs rövidre zárva bizonyos helyeken a dolog, akkor sajnos nem lesz meg a jó kapcsolat. Tehát az elején rövidre kell zárni bizonyos dolgokat, amiben nincs beleszólás. Vagy amiben nem szeretnétek, hogy arról legyen beszélve, ne legyen beleszólva. Ennyi. És megfogadta, és az elején el lett varva pár dolog, amit el kellett varni. De hogy ne legyen olyan egyszerű dolgotok, egyébként meg van a lónak a túlsó fele is. Amikor meg mondjuk úgymond a fiatalok, amelyennél maradtunk, ők meg totál hajthatatlanok is, mondjuk semmit meg se hallgatnak. Az se jó. Ez sem jó egyébként, mert... Csípőből elutasítani lehet, hogy egy szuper jó tanácsot, amit egész életedben megfogadhatnál. Meg egyébként tudjátok, hogy azért a kor nem minden. Az, hogy valaki idős, az egy dolog. Idősen is lehet valaki rossz ember, vagy ostoba, vagy akármi. De alapjában véve, ha most egy jó hiszemén és egy normál szituációból indulunk ki, az élet azért az nagyon sok tapasztalatból áll úgy össze, amivé. És ugye fiatalon pont ez az, ami nincs. Tehát valamilyen szinten azért az idősebbeknek a tanácsát én semmiképpen nem, főleg most mondjuk szülők esetében, nem akarunk összekeverni, összezavarni ezzel, de én úgy gondolom, hogy próbáltuk ezt elválasztani, hogy érzékeltetni, hogy mi az, ami igen, mi az, ami nem. Intim kapcsolat, gyereknevelés, anyagi dolgok, pénzügyek, ezek szerintem azért egy bizonyos szinten. Ha nem is tabú, de mindenképpen ezeket ilyen nagyon mértékkel kell a másikra rá bízni. És akkor nyilvánvalóan teszem azt, mit tudom én, apos, de egy rendkívül tehetséges üzletember, egy jó... érzékkel rendelkező műszaki ember. Most miért mennél el egy harmadik valakihez tanácsért, holott ott van ő, vagy anyósod egy rendkívül jó szakács, és hát, akkor tök jó a Street Kitchen is, kérjük a Street Kitchen-es lájkokat, Street Kitchen. Iratkozzatok fel, mert én is fel vagyok a csatornátokra iratkozni. Zék, igen, igen. De a lényeg, hogy akkor miért mennél el máshoz tanácsért, hogyha ott van. Tehát lehet azért, én úgy gondolom, hogy nagyon mi is saját tapasztalat, hogy nagyon sok mindent tudtunk átemelni, ami érték, ami betartható, megtartható, ami működőképes. Tehát, hogy ezek tök jó dolgok, de mindenképpen van egy olyan határ, ami én úgy gondolom már a külön családnak a kategóriája, és jobb az, hogyha el van választva. Ezt annyit érintettük már így is, van egyszer egy ilyen, hogy pénzügyek, takarékoskodás, pénzbeosztása, illetőleg lehet, hogy még elévenném, hogy mire nem készültetek fel az első baba születése előtt, volt bármi meglepő, amit senki sem mondott. De hogy volt? Soha, mindent tudtunk. Profizmus az sikított róla. Nehogy bevegyétek. Lényeg az, hogy a... Hát magára a szülőségre nem készültünk fel egyáltalán. És én emlékszem, hogy sokszor volt olyan, hogy beszélgettük is, mikor már kiderült, és nagyon örültünk, hogy végre jön a baba, hogy milyen lesz, és biztos készen állunk rá, és akkor mondtuk sokszor egymásnak, hogy nem. Figyeljetek, de majd közben. Nem lehet megtanulni. El lehet olvasni könyvet, biztos vannak jó könyvek a témában, sose olvastuk. Nem felelőtlenségből, vagy nem törődőségből. Elhaladt feletted az élet, ha évekig, évtizedekig vársz, készülsz, majd akkor, majd ilyez lesz, az ne várjál, mert akkor nem leszel boldog. Ott fogod úgyis megtanulni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok dolog ösztönösen, főleg a lányoknál nagyon sok dolog ösztönösen előjön. Meg nekem van egy kis húgom, aki tényleg a kis húgom, mert ő most lesz 20 éves, én meg 31 vagyok múltam, és azért van köztünk 11 és fél év. Tehát én rajta nagyon sokat gyakoroltam.
Igen, tehát hogy, egyszer, tehát hogy lányoknál ez előjön, fiúknál is, nyilván mindenkinek kell hagyni időt. Tehát azért azt persze. Tudni kell, hogy a szülés után Vivinél is, neked is kellett meghagyni egy időszakot. 9 hónapig össze van a babával, szó szerint az egész teste forva, hogy úgy mondjam, és utána egy ilyen, tényleg egy ilyen, most aki szülés előtt áll, dugja be a fülét, egy ilyen rendkívül teátrális, véres, már erőszakos jelenet közepette, ugye ketté válik a dolog. De egy csodálatos. Abszolút. Csodálatos pár abszolút, ezt nem győzöm kihangsúlyozni. Én hatnak idáig a szemtanúja voltam, és tényleg elmondhatom, születés az egy csoda. De ettől függetlenül az azért ez egy trauma. Tehát anyukának, babának is egy trauma. Igen, egy kicsit úgy érzed, ugye, hogy a testet ki van szolgáltatva, kiment a hasadból az a kis ember, lóg a bőröd. Biztos tudjátok, anyukák, hogy miről beszélek. Azon gondolkozol, hogy a férjed most mit gondol rólad. Velem előfordult ez, aztán nagyon hiányzott nekem a kórházban. Ne gondolkodjatok róla. A fiúk de... ilyenkor ilyen növényüzemmódba kapcsolnak, ilyen támogató, tehát ilyen jönnek elő belőlük az apai dolgok is. Fotoszintetizálsz. Igen. Tehát, hogy mondjam, én ilyeneken gondolkodtam, egy kicsit lelkileg rottyom voltam az első gyereknél, aztán utána már nem. De Joe mindenbe támogatott, úgyhogy könnyű dolgom volt. Aztán voltak olyan dolgok, hogy nem akartam megbeszélni bizonyos dolgokat, csak így vittem magam előtt. Aztán akkor így kicsit így eltávolodtunk, ezekre oda kell figyelni. Erre nem készültem fel, hogy én lelkileg összeroskadok az elején, mert volt egy ilyen időszak, egy pár hónap, és azt hittem, hogy hát nekem olyan erős a lelkem, hogy mindent kibír, de nem. Tehát főleg az a testi kiszolgáltatottság zavart engem, mert én nagyon szeretek ugye csinos lenni, még akkor is egy kicsit molettebb vagyok, és nem volt mindenre időm, nem pihentem ki magam, ugye ezt már meséltük, hogy... Derék hallottam ezt a szót, molett. Hogy Joe-val, egyszer félállomban volt Joe, én meg ott sírtam mellett, és akkor mondta, hogy hát ha akarod, visszavisszük, és mondom, de hogy visszük, vissza. Visszavihetjük. Tehát ilyen dolgok, de ne gondoljatok ilyenkor szélsőségekre, mert a nőknél ugye, például, hogyha hívlak telefonon, és nem érlek el negyed óráig, akkor már jaj, bombáznak körülötted, meg mit tudom én, mi hull az égből, tehát nem kell ilyen dolgokra gondolni de a szülés is. Után se, mert ott a támogató párod, aki éppen fotoszintetizál, de akkor is ott van melletted, egy szál csöndbe, és nem szól semmit sokszor, mert van, hogy ugye nálad is úgy volt, hogy te is úgy rátanultál a dolgokra, tehát nem biztos, hogy minden azon rá kell érezni. Rá kell érezni, figyeljetek, tényleg egy kis új élet költözik be a családba, az a kis sajátos igényeivel, a kis sajátos kis karakterével. Én szerintem ezt ilyen időt kell adni anyukának, apukának, és akkor itt megint egy picit visszakanyarodnék az előző dologhoz, hogy itt megint nem feltétlenül kell mindenkit beengedni ebbe az intim szférába, mert ez akkor egy nagyon meghitt, egy nagyon bensőséges dolog, lesz annak is ideje, de még nagyon messze van a baba attól, hogy homokozzon, meg gugugagá, meg izé. Persze. Figyeljetek ide. Meg magatoknak is adjatok időt az apukák is szerintem. Meg kell hagyni, tudjátok, azt a privát kis időt az embernek, igen. És most nem csak egy arról 6-7-ről beszélek a lányoknál, hanem egyszerűen a országa válogatja, mi nagyon meglepődtünk, ugye nálunk 3 gyerkőc kint született külföldön, és ott, hát itt Izraelben, ott konkrétan, ha nappal szűsz, de véged van. Tehát nappal szűsz, és megtudják, hogy megszültél, 15 perc múlva a munkatársaid, mindenki virágokkal, lufikkal. A meg mit tudom én kicsoda. Nem is tudom, melyik volt az a... Jó, inkább nem is mondom azt a példát, a Dili Samcsi film volt talán az, amikor... Tehát, hogy körülállják az ágyadat, hozzák a lufikat, jön a pap, durogtatják ezeket a konfettiket. Na, Izraelben ez hatványozottan előfordul. Horror, és ilyen amúgy tök, mindenki tök jó fej, tehát tényleg tök jó fejségből, mondjuk nekünk így európaiaknak ez így ilyen döbbenet volt. A legrosszabb még az, hogy a Vivi vajudott, de a szomszéd ágyba már ezt nyomták. Halljátok, nagyon durva volt. Ott volt egy rakat lufi, meg mit tudom én, mert ott megszült a nő, és vagy 18-20-an körbeállták azt a kicsi kis, nem tudom hány négyzet. Ott feküdtél. Meg ott... Vivi ágyára ült, a Vivi ágya végébe ültek a gyerekek, meg mit tudom én. Nagyon durva volt. Egy mindemellett meg egy örömteli dolog, mert én szerintem ez azért is van, tehát ebben van egy ilyen tanítás is, hogy egészségedre,
hogy tehát az anyuka sokszor beleborul a gondolataiba szülés után, erősítsetek meg, ha nálatok is így volt, és sokszor hajlamos az azonnali depressziós állapotra, és ezzel elkerülhető, hogy ott vannak mindig a rokonok, apuka bejár, gyerekek bejárnak, és ott én úgy emlékszem, hogy sokkal tovább lehetett látogatni, igaz? Aha. Nem úgy, mint Magyarországon, aha, hogy jó, akkor most jó, persze, biztos most a Covid miatt ezt szintén elkaszálták. Biztos, de tök jó volt, mert bejöttek, és akkor órákig együtt voltunk, babáztunk, kitolhattam a babát oda a büféhez, ahol kajáltam, tehát ilyen tök lazaság volt. Saját séfje volt a kórházban. Hosszú fekete ruhás. Nagyon menőség. Megkérdeztek, hogy mit szeretnék ebédre enni a bűvővel. Mert ő, igen, te is csirkés, vagy marhás, és figyeljétek, olyan kaja volt, hogy... És képzeljétek el, hogy ott ettünk az anyukákkal, alig tudtunk mozdulni így szülés után. Voltak itt, ugye császároztak, meg minden, és így ettünk. Beszélgettünk, igen, ennyi idő volt a szülés, stb. És odajött a séf. Minden finom, minden ízlik, szóljatok, hogyha nem, így, akkor kicseréljük. Azt még ott megeszed? Egy szülész nőgyógyászati osztályon. Óriási volt. Itthon is én jól éreztem magam, tényleg. Tehát itt ilyen teljesen... a parizer meg a májkrémes kenyér. A kaját azt most hagyjuk. Tényleg voltak napok, amikor finom volt. Tényleg pont a barátnőmmel beszélgettem a Ráhellel, hogy amikor ő szült, akkor kifejezetten finom ételek voltak. Azt hiszem, még fotót is küldött róla nekem. És amikor most utoljára szültem a Kornél babát, akkor nálam is viszonylag finom kaják voltak. Amúgy mezei kórházról beszélni, tehát nem ilyen igen. VIP, old luxury. Nem, én sima szexárdon szültem a másik három gyereket, és én tök elégedett vagyok mind az orvosokkal, mind a nővérkékkel, de majd a szüléstörténetemben, amit már évtizedek óta ígérek, azt abban majd elmondom. Tehát, hogy mire nem készítünk föl? Sok mindenre. Nagyon sok mindenre. Inkább többre. Most ilyeneket tudjátok, meg lehet előre venni, meg is vettük, meg túl is toltuk. A cuccokat azt mind megvettük, sőt. Úgy nőtt át ruhákatól, fél rajta volt az árcédula. Nagyon durva volt. Ne toljátok túl a ruhát. Meg hogyha valaki felajánl nektek jó minőségű ruhákat, azt fogadjátok el. Ha látjátok rajta, hogy gagyi minőség, akkor azt mondjátok, hogy köszi, nem kell. Nekem ezzel is voltak gondok. Kajak nem kell, tényleg Adidas kis cipőt. Nem, én is szeretem az Adidas, de figyeljetek ide, olyan nem. Hamar nőnek, annyira durván nőnek, hogy állni az életében nem fog rajta, értem szerintem ekkora az egész cipő, meg mit tudom. Tehát figyelj, nyugodtan el lehet fogadni, mert valószínűleg érted, a másik babán is ugyanannyit volt, 3 hetet meg 4, tehát hogy egyszerűen nem mentünk rá, hogyha felajánlják és ízé, akkor szerintem azzal semmi probléma nincsen. Azt mondja, hogy pénzügyek, takarékoskodás, pénzbeosztás. Ezt is érintettük talán az első videóban. Múltkor mondtam ezt a borítékos rendszert, de én nem mostanában, én mindig úgy csinálom, amióta összeházasodtunk, hogy van egy naptáram, asztali naptáram, és minden hónapban összeírom rá a kiadásokat. Én mindig azzal kezdek, hogy nyilván felírom a bevételt, hogy most ennyi meg ennyi fog bejönni a te oldaladról, az én oldalamról, és az összes kiadást, rejtett és nem rejtett kiadásokat is, és rászámolással írom föl. Tehát, hogyha mondjuk kijön egy 37 ezres villanyszámla, most a téli időszakban, most tényleg reálisat mondtam, mert mi, nekünk ilyen klímáink vannak, és annyi lett a fűtés, meg paneleink, elektromos ilyen fűtőpaneleink, 37 ropi. Meg cserépkája. Mondjuk az most már nullában van, hál' Istennek, nem? Az elején volt kicsit húzos. Akkor én 40 ezeret számolok. Tehát értitek, mit mondok? Fölfelé kerekítek, nem lefelé, mert akkor csalódásért. Akkor is meglepél. Igen, és én felfelé kerekítve felírom az összes kiadást, ezt összeadom, összevetem a bejövő pénzzel, és a maradékot, vagy ellenértéket, ha szépen akarom magam kifejezni, ugye? Igen. Akkor abból veszük ugye az ételt, italt, pelenkát, tisztítószereket, ugye én a rezsit is levonom, tehát levonok mindent, ami kiadás, és ami fennmarad, az tényleg abból él az ember, ha tud félrerak. Szerintem ti is csináltok ezt, hogy megjön a fizu, ne azonnal kezdjetek el költekezni. Volt olyan, hogy azt csináltuk, hogy bejött a fizu, de jó, amikor még ilyen nagyon friss házasok voltunk, és akkor étterem, mozit, igen, és így. Így ment el, de amióta gyerekek vannak, azóta egyre jobban tanuljuk azt, hogy hogy kell beosztani, meg én szerintem, hogyha jól kezelitek, meg ott, ahol tudtok, egy kicsit spóroltok, esetleg takarékoskodtok, akkor tudtok magatoknak is lekeríteni, mi is úgy csináljuk, hogy én is szeretek H&M webshopból rendelni, Joy is nagy gamer, ő is szeretné, ha nem, játékokat rendelni. Előfordult már. Oh, igen, az elmúlt pár hétben, vagy hónapban. Tegnap. Mi?
tényleg, na jó, mindegy. Szóval van ilyen is. Tehát, hogyha az ember így előre összeírja, az, nagy, az egy megnyugvást is ad nekem. Hogy nem az van, hogy te jó ég, erre nem számítottam, hanem az is fönn van a listámon, és tudom, hogy az is le fog vonódni. Meg ha valakinek nem jut volna le idáig, meg igaz, már beszéltük erről, nálunk közös kassa van. Tehát... Ja, hát az a first off, bocsika. Tényleg, hát házasok vagyunk. Házasok vagyunk, közös minden, ágyikó, tálacska, poharacska, házikocska, autocska, kaszácska. Minden. Kaszácska, minden közös. Minden közös. Kajácska. Igen. Pro tip, néha összér, néha nem. Hallottuk mi is, tehát nem saját kutfő. De például, hogyha hóelejénél különítetek egy kis összeget. Aha, ezt mondtuk a múltkori live-unkban is. Beszéltek azok, akik lusták visszanézni, nézzétek vissza és lájkolják. Ja, nézzétek vissza. Aki esetleg lusta lenne, elkülönítünk az elején, és akkor ki van védve az, hogy legkönnyebb takarózás, de hát akkor mi beveszek ajándékot neked szülinapodra, mint hogyha minden hónapban pont szülinapod lenne, mindegy. Ezt úgy lehet, hogy akkor tényleg hó elején félreteszed 10-et, 15-öt, 20-at, uh-huh. Mindenki kap egy kis zsebpénzecskét. És akkor persze ez nem azt jelenti, hogy afelőtt nem lehet valamit megbeszélni még, vagy közös cél, vagy ez az amaz, vagy akár egyéni valamit szeretnél nagyon, és pont most van leakciózva az a pár darab játék, amit nagyon szeretnél meglenni. Tényleg? akkor persze ez is belefér, de alapjában véve van egy kis költőpénz az embernek, és akkor azzal el lehet móriczkázni. Hát azért nagyon őszinte leszek, tehát nehogy azt higgyék, hogy itt ilyen annyira nagyon prók vagyunk ebbe. Mi is még tanuljuk, most is, nem? Úgy különösebben, tök jó megtakarítás, ha van. Most a lehet ennél jobban is, ház miatt sok elmegy, meg mit tudom én, autók is ilyen szomjas fajták nálunk, de... De csak szomjasak, semmi más bajuk. De más bajuk nincs, ez is pozitívum. Lényeg az, hogy azért, hogyha van megtakarítás, ha bár döbbenet épp most hallottam, vagy jó múltkorában, hogy a gombos Edináiknak az itt van amerikás YouTube csatornáján elmondta, kövessétek be őket is, mert nagyon szuper fejek. Az oldaluk. Tehát itt van Amerika. Lényeg, hogy már nem itt ott, hogy képzeljétek el, hogy az amerikai háztartásokban, ahol ilyen tényleg ilyen millió fölötti a havi bevétel nagyjából, egy átlag fizetésről beszélünk, hogy nincs. Tehát ilyen maximum egy kötőjel két havi megtakarítás, ha van. De az Edina mondta is, hogy az amerikaiak imádják szólni nagyon, a pénzt. Nagyon durva. Tehát én így meglepődtem rajta, amiben van valamiféle ráció, valamilyen szinten meg tök ijesztő az egész, hogy hát. így gondolkodnak. Ja. És akkor ugye mellette nagyon el vannak adósodva, tehát hiába a szépház nagy autó. Na minden, persze nem vagyok a szépház nagy autó ellen. Hát meg nem mindenki csinálja, gondolom, ott se, tehát vannak jó kivételek. Persze, de hogy általánosakban el lehet mondani. De azért én azt mondom, hogy jó az, hogyha az ember megpróbál takarékoskodni, most tudom, tök nem könnyű, mi is fizetésből élünk, tehát Isten igazából nem... Mi is van, hogy nagyon várjuk a fizetést. Igen, a nagy csodák azért nálunk sincsenek, de alapjában véve én megtakarítás párti lennék ilyen értelemben véve, ha most itt a pénzügyekről kerül. Szóval takarékoskodásban nem nagyon tudok ezeknél prób tippet adni. Én mondtam múltkor nektek, mondom, lehet, nem tudunk adni prób lehet takarékoskodni. Például én nagyon szeretek saját márkás cuccokat venni, mert azok is ugyanolyan jók, mint a nem saját márkás cuccok, nevű termék, és sokszor, ha megnézitek, hogy ki gyártja, wow, ugyanaz a cég gyártja. Most nyilván nem mondhatjuk ki, hogy a Spárra, meg a Lidőre gondolunk, mert ezt nem mondhatjuk meg a Penny, nem ezekre gondolunk. De tehát, ha megnézitek, ugyanaz gyártja. Az a nagy nevű például a Mizó. Alföldi tej, tolna tej, íz és sajtokat. És több száz forintot, több ezer forintot tudtok spórolni egy mosószeren is. Azt mondtam nektek múltkor, hogy én is most ezen takarékoskodtam, és csomó pénzt összetudtok gyűjteni. Csináljátok egy takarékoskodós borítékot, írjátok rá, hogy spórolok vagy takarékoskodok. Az a lelketeknek is jó, főleg hölgyek. És tegyétek bele azt a különbözetet, amit megspóroltatok azzal, hogy nem az Ariel mosószert vettétek, hanem a nem tudom milyen mosószert. És beleraktok havi 2-3 ezer forintot, aztán megvan egy balatoni kiruccanás. Ezt mondtam múltkor. De nem Siófokon, csak egy olyan átlag balatoni. Nem az aranypartra gondolok. Nem az aranypartra. Na, pénzbeosztás, igen, gyerekek közötti kapcsolat, hisztikezelés. Bocsi, ez a szék. Ez nem én vagyok, hanem a szék. Mi az a hiszti, cica? Hiszti kezelés. Hiszti. Nem tudom. Világosítjátok. Mindjárt rágooglizok egy pillanat. Tehát gyerekek közti kapcsolat és hiszti kezelés, és akkor még itt volt egy ilyen, hogy azt mondja, gyerekek indulatkezelése, hogyan nyugodtak, / nyugtattátok meg hiszti dűkitörés után.
Mi brutálisan konzervatívak vagyunk. Figyeljetek, rövidre kell zárni a hisztit. Rövidre kell zárni. Tehát most például a mai napon volt egy olyan, talán sztoriba töltöttem is fel, vagy csak akartam, lehet, mert a gyerekekkel voltam játszóterezni, hogy a Danika fiunk elkezdett nagyon sipolva, sikítva hisztizni egy dolog miatt. Oda mentem hozzá, bocsi, megfogtam a kezét, mondom, és én sokszor mondom azt, hogy nézz a szemembe, mert azért az ad egy tekintélyt. Szemkontaktus föl kell vetetni. Szemkontaktus. Vele. Hogyha csak úgy mondod, hogy fejezd be, léci, hallod, tehát annak semmi ereje nincsen. Megfogtam a kezét, belenéztem a szemébe, mondtam neki, nézzél anya szemébe bele, most befejezted. Igen, anya. És elment, és befejezte. Azta! Ezt nekem is meg kellett tanulnom, mert én is hibáztam ilyen téren, de nekem te mondtad mindig. Figyeljetek ide, meg alapszabály, hogy gyereknevelést azt nem az utcán kell elkezdeni. És most persze nem törő pálcát senki felett, meg tényleg nálunk is vannak ilyen persze, néha ilyen kivételes esetek, hogy valami, de mi eleve ezeket itthon is csúnya szóval éve elfojtjuk ezeket. Tehát nem hagyjuk azt. Persze, kisgyerekről beszélünk. Lehet rossz napja, lehet nyűgös, lehet fáradt, etc. Fogzik. Most az persze nagyon picikről beszélünk, de ugye amikor már van egy kis értelme, mert éves. Ugye a gyerekeknek ugye egy idő után azért megnyílik az értelmük, nagyon is rafináltak lesznek, de a lényeg az, hogyha már érdemben lehet vele beszélni, és most persze nem a totyogó, meg a gügyögő, gagyogókról beszélek, totyisokról, hanem tényleg azokról, akik már azért egy én képük kialakult, stb. Középső, sovis, kis csoport, vagy nem csoportos, ugye, bocsánat. Hozzáteszem, az egy külön sztori, mikor hazajönnek az oviból, iskolából, és akkor még mindig a hatása alatt vannak. Na, és akkor azt az egy-két órát, azért egy órát, azt adják meg nekik. Kell egy átállás, tényleg ez tény és való. Még akkor is rengeteget, nagyon rengeteget van együtt. Tehát, hogy kisgyerek nagyon sokféle háttérből, nagyon sokféle neveltetés, vagy nem neveltetés. Ki tudja, hogy mi érte őket az oviba-szoliba. Persze, kis lelküknek kell is, de alapjában véve mi a gyereknevelést már itthon elkezdjük, és akkor mi nem toleráljuk a hisztit. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen vasszigor, meg mit tudom én, de meg kell nekik időbe tanítani azt, egyrészt apa, anya, nincs kézemelés. Tehát olyan, hogy megüt bennünket, meg se, most nem az, hogy véletlenül, vagy ilyesmi, vagy játék közben, vagy... Meg amikor babák még elő is fordulnak, babák előfordul, az indulat. Most küföl minket, minden. Tehát ne erre gondoljatok. Indulatból, vagy még az április is 2 éves, akkor most a legújabb, hogy akkor dobbant egyet, meg mit az tudom én. Az nagyon cuki cumivel a szájában. Cuki egyébként, de rászólunk. Így, hogy micsoda? Ne haragudjál. Ez nagyon tetszik nekik, hogy nincs, micsoda? Nem. Micsoda? Mi volt ez a dobbantás? Mi volt ez a dobbantás? Nincs dobbantás, jó? Halljam, oké? Okay. Tehát komolyan kell. Hogy felelősségre van vonva azért, amit csinál. Nincs dobbantás, nincs pitt, cumi, földhöz vágás. Tehát, hogy ezeket az indulat dolgokat hagyj el. Megmondom, hogy miért. Ezek ilyen pici kis apróságok, nüansznyi dolgok, de hogyha ezeket ugye így megszokja, gyerekek mindig feszegetik a határaikat, legyünk őszinték, a felnőttek is sokszor hajlamosak. Gyerekeknél is ez egy teljesen emberi dolog. De ezt ilyen nagyon mértékletesen csinálják, viszont az ilyeneknél, amikor hogy úgy tetszik, letöröd a szarvát neki, ilyenkor akkor azért megtanulja, hogy na, eddig és ne tovább. És sok ilyen kis eddig és ne továbbból kialakul benne egy dolog, amit mi például, csak hogy értsétek, és nem sztárolni akarom a sajátjainkat, jó gyerekek, de nyilván ők se tökéletesek, stb. De például, amikor veri magát valaki a záruházba, a földhöz, és ilyen exercise-ból, hogy csokit akarok, és akkor állnak a gyerekeink, és így nézik, hogy meg így kérdezik, hogy anya, mi van a kisfiúval, vagy a kislányjal, mert nálunk sose volt ilyen, hogy persze könyörgött a Hot Wheels-ért, meg könyörgött, de nyilván akkor ilyenkor ugye, mivel itthon már nálunk van egy bevett rutin. Az alapokat tudják. Az alapokat tudják, akkor ott már lehet vele észérvekkel beszélni. De egy hisztis gyerekkel hogy tudsz észérvekkel ott a záruház közepén beszélni? Hát meg se, nem is hallja, amit mondasz. Igen. És akkor viszont, hogyha már itthon ez így helyre vannak téve ezek a pici apró dolgok, akkor ott megmondom, figyelj ide, cicukám, hát
nincsen babám születésnapod, vagy kisfiam, figyelj, legyél türelemmel, 2 hét, jó, tudom, menjek, ennyi a 2 hét. És akkor... Tényleg meg kell nekik magyarázni normálisan. Én nem hiszek abban, hogy mindig működik a figyelem elterelés, bocsánat. Tehát néha működik, mi is szoktuk alkalmazni, nem, hogy például a kicsi, amikor hisztizik, hogy gyere, nézzük meg ezt, meg azt, meg amazt, gyere, menjünk ki egy kicsit az udvarra. Azt a négy cica! Azt a, azonnal abba hagyódik a hiszti. De van olyan, amikor egyszerűen a figyelem elterelés az a szülő részéről meghunyászkodás. Bocsánat, de én így gondolom. Figyeljtek ide, a gyerekek, őszintén... Nem mindig, mert én is szoktam figyelmet elterelni. Az, azért van ez a részünkről, és nehogy azt higgyétek, hogy nálunk ilyen katonai kiképzett tábor van, vagy ilyesmi. De értsétek meg, hogy az életben, vagy hát nem is kell megérteni, hát egyszerűen csak kimentek az utcán, az életbe, folyamatos nemekkel fogsz találkozni. Nem. Nem, az se. És mi most ez nem azt jelenti, hogy akkor már elveszük a gyerekkorukat, és akkor már most se hagyjuk, hogy gyerekek legyenek. Szerintem tök jó gyerekkoruk van. Tök jó gyerekkor, mindent tényleg a normál keretek között próbálunk nekik akár élményszinten megadni, vagy amire tényleg lehetőségünk nyílik. De alapjában véve kell tudni a gyereknek, egyrészt kell tudjál te neked nemet mondani, másrészt a gyereknek tudni kell, hogy mi az, hogy nem. Bizony. Tehát, hogyha egy gyerek sose tudja, mi az, hogy nem, meg nem szabad, meg... Nagyon egyszerű példa, de értsétek meg, hogyha ilyen nagyon puhán vannak nevelve a gyerekek, bizony, rá van bízva, mert majd ő tudja, hogy tudná? Hát a gyerek azt nem tudja, hogy mit akar enni, mit akar felhúzni, már bocsánat, hogy így mondom, kisgyerekben van egy ösztön, hogy ezt szeretné, de ennyi. Tehát, hogy ezt nem lehet alapul véve, hogy majd a gyerek tudja, és akkor itt most alárogok egyet a PC-nek is, egy gyerek honnan tudná 5 évesen, hogy ő kisfiú vagy kislány? Most és akkor ezt lezárom. Ő felnéz rád, és te vagy neki a kiinduló pont. Anya és apa a kiinduló pont, és ahogy anya meg apa viselkedik, úgy ezt nekem utánoznom kell, imitálnom. Mondom, a kisgyerek azt nem tudja eddőtte, mit akar enni. Hát most, hogyha egy ilyen alapvető dolgot, akkor enni komolyabbat nem lehet. Azt meg mindképp nem lehet, hogy jól van kis, ilyen szaladja, hogy akarsz, és akkor leszalad az útról. Annyiszor eszembe jut, és én nem tudom a körülményeket, és hogyha rosszat mondok, akkor kérlek, ne haragudjon meg senki. De amikor hallottam, hogy az LL Juniornak a kisfia, ugye, talán valahogy lelépett az útról, nem, vagy valami tudom, nagyon szerencsétlen, de hogy az is, nem akarom most végtelen, mert nem biztos, hogy jó példát hozok, de tudjátok, tehát, hogy nem szabad hagyni. Én, hogyha rákiabálok, előfordul, bocsánat, erélyesebben rákiabál, rászól az ember, akkor ott torpanjon meg, ahol van, mert lehet, hogy egy fél centi múlik a nagyobb baj. És a szigor ilyen szempontból sose a gyerek ellen van. Ez egy szeretet. Hát épp, hogy így van, a szeretetnek egy formája, és a gyerek mellett van mindig az egész nevelés, és a dolgoknak a megtanítása az mindig a gyerek érdekében történik. Én se azért nem engedünk meg neki, mert most figyeljetek, milyen ember lesz az olyanból, aki mindig mindent fütszóra vagy hisztire megkap, és ezt megszokják. Nehogy azt higgyétek, hogy ezek nem rögzülnek. Azt mondják, hogy 7 éves koráig egy embernek a személyisége, mint olyan, az alapok kiépülnek. Mindenki fejlődik. Most egy olyan gyerek, aki mindig mindent el tud érni hisztivel, vagy mit tudom én, 7 éves kora után valami nehezen módosítható. Figyeljetek, hogy fog hallgatni tanítónénire, tanítóbácsira, hogy fog, és most viccesen hangzik, de hogy fog az életbe a dolgokhoz úgy hozzáállni. Tehát, hogy fog önállósodni egy ilyen gyerek, akinek ki van törölve. Sokkal nagyobb kárt okoz vele az ember, hogyha ezt így nem előzi meg, és mondom, minden preventív. Tehát azért van, hogy a jobb, a megjobbítás szándékával van mindig a részünkről a szigorúbb fellépés, az esetleges nem kapod meg, vagy tiltás, vagy valami, de semmiképpen nem egy ilyen, mint amit sokan állítanak, ilyen túlzottan haladó szellemiségű emberek, akik annak mondják magukat, hogy hát ezzel egy ilyen zsarnoki, én önmagamat, én abba lelem az örömömet, és a kényem, kedvem szerint, mint valami uralkodó, hogy dehogy is emberek, hát ne vicceljetek, a saját gyerekemről van szó, aki bármikor az ember odaadná a sajátját, az életét, tehát hogy állíthat valakit, nem. Pontosan azért, mert annak idején én is a szüleimtől kaptam intést, kaptam feddést, fűhúzást, ezt, azt, amazt,
És az ember itt van, az ember megtanult, az ember próbálja komatoztatni, jobbá tenni, átadni. És egy jó felnőtt, de a gyerek az, de egyrészt a gyerek az gyerek, nagyon sokszor az ember látja önmagát a gyerekbe. Hát figyeljetek, hányszor csinált olyan dolgot, amit soha az életben, nem hogy nem tanítottam neki, azt se akartam, hogy tudjon róla, hogy én ilyen voltam. A genetika. Hát a genetika, de ebből is látszik, hogy az ember az több mint hús, meg csont, meg mit tudom én, mert egyszerűen ezek a dolgok is öröklődnek benne. Persze. Tovább. Kiskori éneink. Igen, abszolút több ízben is megjelent mindegyikőjükben, a viselkedés, egy mozdulatban, stb. De én magamról is tudom, hogy nagyon sok hülyeségen és rosszon mentem keresztül pontosan azért, mert azt csináltam, amit. És ezt próbálja az ember megelőzni, és itt visszautalnék arra, hogy ez nem az, hogy akkor nem hagyom, mit tudom én nem lehettem ez akkor majd ő lesz, nem erről van szó, hanem nemes egyszerűséggel farag az ember, én úgy gondolom, hogy ezáltal is jobbá válik, hogy akkor lefaragcsálja azokat a dolgokat, amiket tudja, hogy az én életemben ez rossz volt, hibás volt, nem volt jó, és ez egészen pici korban is lehet ilyen dolog, hogy ezeket is szépen így lemetszegeti az ember, próbálja. Így van, megfigyeljetek, tényleg azt akartam még mondani, hogy a gyerek tényleg rátok néz fel, és ti vagytok az alfa omegája bizonyos, nem tudom hányadik évéig, majd meglátjuk nálunk is. Hát ha jól csinálja az ember, akkor sokáig tud. Rólunk vesz példát, reméljük, hogy így lesz, én is ebbe bízom. És nem lehet azt hagyni, hogy tényleg a gyerek kezébe adod az irányítást, ismerek olyan anyukát is, aki, és beszélgettem vele erről a dologról, mert nem egyezik a véleményünk, ő is tiszteletben tartja az enyémet, én is az övét, de megbeszéltük azt, hogy nálunk például nincs olyan, hogy a gyerek irányítja a napot. Tehát olyan nincs. Nem árt. Hogy ide menjünk, oda menjünk, most azt csináld, most ilyet, ezt csináld, nekem nyilván nagyon szeretek a gyerekeim kedvébe járni, apa kedvében is szeretek járni, minden főztöm már, meg minden, de ezen felül tényleg mi vagyunk a felnőttek. És hogyan legyen értékes felnőtt ő belőlük, hogyha ők irányítanak kicsiként, őnekik nincsen más kiindulási pontjuk, mint ti. Ők nem ismerik a világot, őnekik nincsen tapasztalatuk bizonyos dolgokkal kapcsolatban, tehát ők csak úgy adhok alapon valamit mondanak, hogy most ez legyen, az legyen, és azt nem kell szentírásnak venni. Nem, hát meg figyeljetek, nincsenek tisztában. Nagyon sokszor veszélyérzet nincs bennük. Semmi. A mi szüleink se vették sokszor szentírásnak azt, amit mi akartunk, de most azonnal mi így gondoljuk, mi nekünk ezt kell, vedd meg, tehát nem kell, hogy ők irányítsanak, és sokszor nem kis, látom, nem kis diktátor, hogy ebben megreked, mikor észreveszi, hogy a gyerek átveszi az irányítást, mert nem lett időben megnevelve, akkor bepánikol, és mi van? Oké, rendben, jó. Csak maradjon csöndben, csak nyugodjon, ne szégyenítsen meg. Ne csináljon felhajtást az üzletbe, tényleg ezt ne kezeljétek helyén, és szerintem az tök jó, hogyha eléritek azt a szintet, hogy mondjuk nyilvános helyen vagytok, és elég így ránézni a gyerekre. És akkor engedelmes. Tudja, hogy mi a helyzet. Hogy na, akkor most akkor meghúzom. És rá lehet úgy nézni, hogy engedelmes legyen, illetőleg úgy vagytok hitelesek szerintem néha, főleg a nagyobb bacskáknál, én azt vettem észre, hogy elmondjátok, hogy ti itt bizony nem úgy csináltátok, és kikaptatok otthon a szülőktől. Ti ebben nem fogadtatok szót, és megütöttétek a bokátokat. Tehát ezek tök hiteles és jó dolgok. Itt még az volt a kérdés a másiknál, hogy ugye a indulatkezelése, illetőleg a testvérek, gyerekek közötti kapcsolat és hisztikezeléshez is jön az, hogy például ugye mi azt se hagyjuk, hogy elkerülhetetlen, hogy bunyózzanak meg megtépjék meg kirúgta meg, a kiharagta meg gyerekek. De nálunk nincsen semmi ilyesmi retorzió nélkül. De nyilván nem azt jelenti, hogy elsöprő erővel, de akkor az, hogy na, akkor most ideál, aki csinálta, mondja el mindenki a saját verzióját, persze akkor magadra hozod a bajt, mert 5 percig hallgatod, hogy mit akkor csinált. Csináljátok egy popcorn, meg igen, de a lényeg, hogy akkor mikor már tudod egymást, és tényleg néha tök nehéz eldönteni, most akkor kinek van igaza, ilyenkor fogod magad, na jó, akkor most mindenki befejezi, ezzel is így határt szabsz, hogy akkor kész, legyetek most. A bíróságon szünetelünk, és elvonulunk találkozni. Ítélet hozatalra vissza, és akkor ilyenkor Frankó meg van fenyegetve, hogy jó, akkor most figyeljetek, bocsánatot kértek a másiktól, XY, te azért, mert te meghúztad, belerúgtad, megharaptad, te azért meg ezt, nem hagyjuk például, hogy próbáljuk, hogy a másik szavába vágjanak, megmondjuk nekik, hogy állj, na jó, akkor most mindenki csöndben marad, figyeljetek ide, nem?
nincsen egymás szavába belevágás, ez tiszteletlenség. Ki kezdte a mondandóját? Jó, akkor most téged hallgattunk meg, na mondjad szépen végig. És akkor tudjátok, tehát hogy megszabjuk nekik azt, hogy nem vágunk a másikéba bele, végighallgatjuk, ugye nálunk persze ez sokkal összetettebb, mert tényleg sokan vannak, de hogyha egy, tehát hogyha ketten is vannak, de akár hogyha egyedül van a kisgyerek, akkor sem. Én például csomószor van, hogy beszélek a Vivivel, és jön oda a konyhába, és apa, figyeld, az van, mondom, figyelj, bocsássak, ne haragudjál, nézzél le apára. Anyával beszélek. Egy picit oda álljál meg, várj egy kicsit. Azért is direkt végigvárom azt a másfél mondatot még, és persze nem akarjuk, hogy most ott 20 percig beszélünk, és akkor csak hogy érezz, hogy most akkor te le vagy húrogva. Az nem szép. Jó, befejezi a mondatot, akkor ránézek, na mondom, most mondjad, akkor végighallgatom, hogy Nintendo Switch-ezni akarok, megrúgta a hasamat, és azt mondta, jó, akkor az ugye el van rendezve. És közben ő tanulja a tiszteletadást, nem tudja, de tanulja. Persze, és akkor utána az van mondva, hogy na jó, oké, ezt megbeszéltük, de most figyelj, ne betámadod bennünket egy légy, azért nézek ennyit, nem tudom, hogy honnan jött. Most igen, az nem sok vizet zavar. Csak beledöglött egy a borba. Kis fehérje, az attól jobb lesz. Lényeg az, hogy ilyenkor megmondom neki, oké, figyelj, megkaptad, amit szerettél volna, vagy el van rendezve, üljél le, légy szíves, és most vársz türelemmel bárki a kizé, mert anyával ezt most megbeszélem. És akkor meg van beszélve, és a többi. Tehát, hogy tök meg vannak tanítva nekik a határok, hogy ne, egyrészt ne legyen ős káosz itthon. Igen. Másrészt mondják, ne. Tehát biztos, hogy nagyon fontos a maga kis világa szerint ez a valami, de itt is jöjjön be az a dolog, hogy tanulja meg, hogy hát az életben nem minden úgy van, hogy bocs, jöttem a bakba, hogy intézni. Na szóval arról lenne szó, hogy mert nem csak akkor ő létezik, 8 ember van még előtte. Ilyenkor igen. És nem lesz ettől elnyomva, nem lesz ettől hanem kultúr ember lesz belőle, gondolom én a végén, mint hogy belőlem is az lett. De minden mellett értékérvényesítésük is ugyanúgy megmaradt, tehát nem nyomjuk el őket a végletekig, nehogy valaki a szidje. Én mostanában, bocsi, azt szoktam mondani, főleg a Danika fiunknak, mert ő nagyon sokat tud beszélni, és nagyon hosszan, meg mesét mondani esténként, most is nem tudom, 15 percig csak ő mesélt, nagyon cuki volt. Azt szoktam mondani, hogy figyelj, most apával beszélgetek, és nem tudok figyelni arra, amit mondasz, és akkor nem fogom tudni, hogy mit mondtál, és akkor szomorú leszek. Most várd meg, amíg apa végigmondja nekem, meg én is apának, amit szeretnék, és utána csak telet fogok figyelni. És akkor így néz rám, és megtisztelve érzi magát, hogy én jeleztem, hogy nekem fontos az ő mondani valója. Tehát hoppá, már is meg lehet a dolgokat fordítani. Értitek? És akkor is ő tisztelettel végig fogja várni, akkor már van benne egy izgalom is, hogy de jó, hogy anya jelezte, hogy nagyon kíváncsi arra, amit én mondani vagy kérdezni szeretnék. Tehát lehet ilyen apró dolgokat, én azt vettem észre alkalmazni, és ezek nagyon-nagyon szuperek tudnak lenni, és hogyha mondjuk mentek egy vendégségbe, és mondjuk nagy családosok vagytok, mint mi, akkor is az esetek 75-80%-ában azt lehet mondani, hogy tisztelettudóak. Persze, előjön a gyerek belőlük, ez az de ezen nincsen baj. Hanem van egy szint, amit viszont alapként meg tudnak tanulni, kezelni. Én ehhez hozzá kapcsolnék még egy témát, mert jött egy olyan kérdés is, hogy ez az angol szóval úgynevezett bullying, azaz az ilyen heccelés, ilyen, minek mondják hát magyarul? Csúfolódás. Aha, ilyen csúfolódás, szekálás, tehát ennek a bullyingnak a kezelése, ha van tapasztalatotok, hogyan reagáltátok le, hogyan kezeltétek. Na most ugye itt azt kell tudni, hogy hát ugye nálunk vannak sulisok, óvisok, elkerülhetetlen gyerekeknél a konfliktus. Természetesen mi is szembesültünk már vele. Van egy bizonyos szint, ami nagyon-nagyon erős túlzással mondom azt, hogy még nem érdemli azt az ilyen túl nagy említést. Tehát most itt az óvodában beszélünk arról, hogy a Pistike lecsúszott a csúszdán, és nekem jött, és föllökött, és akkor megint nézem. Ez még nem ez a kategória, és ugye, miért mondom, ezt a gyerekek rendszerint szeretik ezt így el panaszolni, amivel nincs is baj, meghallgatod, ennyi, mondd meg neki, ne csináljon ilyet. És néha szóval fel is fújják, erre figyeljetek. Persze, színezik, ez az amaz. Igen. De ha már mondjuk, mit tudom én, kipécézi, mert ilyen is van, kipécézi magának a kisgyerek, akkor természetesen egyrészt mi a gyerekeket próbáljuk arra nevelni, hogy legyen abból kifolyólag, hogy megtiszteli a másikat, de ugyanakkor
legyen határozott is, tehát ez nem, talpra esett, kettő nem zárja ki egymást, tehát bárki bármit mond, nem lesznek attól múják, hogy az ember őket így neveli, de ugyanakkor mi tanítjuk őket arra is, hogy legyenek határozottak, álljanak ki a saját érdekeik, stb. Nem egy esetben szóljanak a, ilyen esetben az óvónének. Aztán vannak az iskolások, ahol azért ugye már előfordulnak ennél meredekebb dolgok is, fiúk a lányokat, vagy fiúk a fiúkat, akár lányok a lányokat is tudják, ugye nagyon elég keményen biztos nem személyeskedések, kell. Személyeskedések, fikázgatás, vérszívás. Férfüle hallott valamit otthon a szülőktől. Én simán levágom azt, ha erről van szó, meg szerintem mind a kettőnk. És akkor meg a szülőnek kell szólni. Tehát mindenféle. Figyeljetek ide, volt arra példa. Kisrác a nagyobbik lányoknál így bepróbálkozott, és folyamatosan szívinek hívta, nézzé, te leszel a csajom, volt, hogy mondott erősebbeket is. Sarokba szorította. Ja, tehát ilyen, tudod, szekálta. Én mondtam a nagyobbik lánynak, hogy említse meg a tanárnőnek, nyugodtan mondja meg, menjen, mire kiderült, hogy hát ő mondta, és akkor szóltak neki. Ennyi, benye. És akkor az a baj, hogy tudjátok, a tanárok kezéből rengeteg mindent kivettek eszközt. Igen. Tehát annak idején, és most nehogy azt higgyétek, hogy ilyen iszonyat vaskalapos vagyok, de mi annak idején úgy tiszteltük a tanárokat, mert meghúzta a fülemet, a körmöst ugyan már nem adott, de volt, aki kulcsomóval a fejemre koppintott. Mi is tiszteltük őket, meg egyszerűen, a lányok felkötötték a hajukat, akkor az lett meghúzva nekik. Hogy meg egyszerűen, és most persze nem arról beszélek, hogy csak ez az egyetlen járható, de most már a lónak a túlsó felén vagyunk. Ezt most az, már mindenben a szülőnek, meg a gyereknek. Igen, a tanár az nevelje meg lehetőleg a szülő helyett, de nehogy csúnyászoljon hozzá, a lelki világ, hogy mert egyest adni, kettest adni. Kifordult egy világ. Igen. Na mindegy, szóval ugye a tanárok ezért bizonyos szintig félnek is, vagy hát ilyen nagyon visszafogottak, nyilván senki nem akar egy tomboló szülőt, vagy még akár rosszabbat, mondjuk ott nem tartunk még mind nyugaton, de tudjátok, hogy ez nagyon messze el tud menni a dolgokba, és akkor szinte a tanárok vannak pelengére állítva, meg, tehát botrány. Na mindegy, lényeg, fogtam és a saját kezembe vettem a döntést, ugye ez még korona előtt volt, talán 19-ben, bementem reggel, megvártam az illető fiatalembert, aztán ilyen hangosan mondom, hey, mondom, te vagy az XY? Na, ugyan már gyere ide egy kicsit, légy szíves. És miközben válszalgott oda a kis csóka, na figyelj már, tudod, hogy ki vagyok? És akkor, nem mondom, tessék, mondom, tudod, hogy ki vagyok? Nem tudom, mondom, én vagyok az Zofra apukája. Na, mondom, ide figyelj, édesöcsém, mondom, nézzél, csak ide, oda hívtam a kislányt is természetesen, tehát nem az, hogy ő elbújt valahol vagy valami. Na mondom, nézzél jól rá. Na mondom, figyelj ide, mondom, ez volt az első és az utolsó alkalom, neked még nagyon sokat kell fejlődnöd ahhoz, hogy te azokat a dolgokat, amiket meg a csajom lesz, meg ahhoz mondom, nekem is van egy-két szavam, tudod, nem lehet akárki a csaja neki. Vadászpuska. Mondom, figyelj, de még nagyon sokat kell magadon edzeni ahhoz, hogy egyáltalán te megszólíthassad őt ilyen célzattal. Mondom, figyelj ide, édesöcsém. És közelhajoltam, belenéztem a szemébe, mondom, nézzél rám. Mondom, ez volt az utolsó alkalom, barátom, hogy te mondom, így zaklatod. A kislány még egyszer szól, hogy te ezt csinálod. Barátocskám, megkereslek, mondom, elviszlek édesapádhoz, aztán mondom, helyre leszel téve, mondom, nagyon. Úgyhogy mondom, ez volt az utolsó. Én megkerestem. Nyilván ezt nem hagytam. Volt olyan dolog, amit a Vivire hagytam. Volt olyan, hogy egy lány vegzálta a lányunkat, és azt, akkor azt én szoktam közben hagyni, mert az olyan, értitek, tehát most ne értsétek félre, és nem magamról képzelek sokat vagy valamit, de ez most eleve ez a kisrác is olyan, kicsit olyan, hogy ágyúval lősz a verébre. De mégiscsak én vagyok az apja, nem tudok oda küldeni valakit magam helyett. Oda mentem, helyre tettem. De amikor a lány között van az ilyen, beszólt a hajcsatom miatt, meg ez meg én egy kislányt nem fogok vegzálni. De a fiúkat igenis. Akkor volt egy másik példa, ez nem is olyan régen volt, ez már talán tavaly volt valamikor évvége felé, hogy egy másik kisrác, egy másik sráccal, egyébként sok panasz van rájuk, nem is tudom, talán nagyon csúnyán beszéltek a lányokról, konkrétan talán leszajházták őket nyilván a csúnyábbik szóval. Igen, erről volt szó. Meg akkor ott lerúgtak valakit, meg minden, nem az enyémet, de ezért. Tehát, hogy akkor ilyen problémások voltak, és hát nyilván nem mehettek be a suliba a pandémia miatt, ez az amaz. De... És még beszéltük is az autóban, hogy kéne alkalmat keríteni. Igen, ugye, és ugye szülőkkel, mert egyébként, tehát én mindig annak vagyok a híve, hogy általában fölhívjuk telefonon
ha nincs meg a telefonja, megkeressük, rájövünk Messengeren, leírjuk tök érthető módon, figyelj ide. Figyelj, légy színom, beszéltek a sráccal, vagy beszéltek a kis csaja, nem már, meg ez, mondom, tehát nem ilyen tyúkperek, hanem ami egy túlmegy egy bizonyos határon. Hát, tényleg már fontos. És sajnos azt kell mondanom, hogy mostanában szinte csak ilyen van. Tehát tisztelet azoknak a szülőknek, akik nem ilyenek, de eléggé hadilábon állnak sokan a gyereknevelésbe, és szükség van ilyen dolgokra is. És akkor általában, de akit nem lehet így elérni, én konkrétan múltkor az utcán satúfékeztem, mert vittem őket haza, éppen pont róluk panaszkodtak a lányok. Panaszkodott hátul a két kislány, én meg azt mondja, mondtam, hogy kéne velük találkozni. Ja, azt mondja, lányom, ott mennek az utcán, ott satúfék, gyereket nagyon teátrális, kiszálltam, persze lányokat nem az országút felől, hanem a járda felől kinyitottam a tolóajtót. Na mondom, gyertek, szálljatok ki, ez a kettő az, jó, fennhangol, hogy már messziről hallják. Hát mondanom se kell, hogy ott helybe földbe gyökerezett a lábuk. Egyébként kisgyerekekről van szó, tehát ilyen nem tudom, ötödikes gyerekek. Vagy... Nem azon van a hangsúly, hogy totális megfélemlítés kell, mert nem, de gyerekek, figyeljetek ide, fölrúgják, gyomorszájon rúgják az iskolatársukat. A rózit kilökték a hintában. Kilökik a hintában, akkor a tanároknak visszaszól. Figyelj, tudják, hogy nem tehet semmit a tanár. Na, de most én nem tanár vagyok, ez az egyik. A másik az, hogy az én gyerekemről van szó, nekem én nem akarok egy kis csimpánz miatt ülni este a balesetén, vagy valami, mikor addigra jut el olyan szintre, ha valami. Meg a gyereknek a lelki állapota. Meg figyelj, nem, hát azért ez egyébként komoly téma, ez a bullying, és ugye tetejében itt ugye sokszor már... Sokszor el is titkolják a gyerekek. Majd mindjárt még kitérünk, van ennek egy ilyen virtuális, netes vonulata is, ami aztán még fel tudja, hogy most jó, be vagy rosszabb. Na mindegy, a lényeg az, hogy megálltam, oda mentem, és közöttem a két gyerek, hogy ezt azért fejezzék be, mert egy férfi nem bánik így egy nővel, nem beszél így. Ezekkel már most le kell fektetni az alapokat. Persze, én kerekperec megmondtam nekik, és megmondtam, hogy ez szégyen teljes, hogy így beszélnek, és szedjék össze magukat, mert hogyha az édesanyjukkal meg az édesapukkal beszélt, nem teszik zsebre, de mondom, ha ez még egyszer téma lesz, akkor nem is fogom őket megkeresni, hanem mondom, még egyszer jövök velük beszélgetni. Persze ez ilyen megfélemlítős duma. De a lényeg az, hogy szükséges, mert tényleg renitensen viselkednek. És akkor visszatérve arra, hogy ugye ennek van egy ilyen online változata. Mi ez ennek, én úgy gondolom, hogy könnyedén az elejét vettük, valamilyen szinten egyelőre, mert mi nem nagyon engedjük a gyerekeket az online térben. Most persze így a tanulás véget szükséges volt, hogy mit a nagylánynak is csináljunk külön messenger fiókot, meg ilyeneket. Mi azért nem vagyunk ennek a híve, amúgy abszolút technika használók vagyunk mindannyian, tehát én valamilyen szinte technokratának is vallom magamat, de látom azért ennek pont ebből kifolyólag az árnyoldalait is, és tudom, hogy ez nagyon el tud mélyülni. Hallottam, ugye pár éve volt ez a kékbálna kihívás, meg mit tudom én, amikor gyerekek vagdosták magukat, meg mit tudom, tehát ennek rengeteg képeket csalnak ki tőle, akarsz ismerkedni, ne mondd el anyukádnak, apukádnak, tehát ezt a végtelenség lehet, erre szakemberek jobban tudnának. Vannak nagyon durvák is, ilyen kis kamaszok, nagy kamaszoknál, ugye TikTokon ez az abortus challenge, hát ez borzalmas. Jó, hát persze az nyilván idősebbeknél, de hát ugye persze eltolódik minden időrendileg, tizenpár éveseknél már. Ez kérdés, sajnos. Tehát egy horror, amikről így az ember hal. Mi ezt úgy vettük elejét, nyilván van a gyereknek iPhone, vagy hát okos, iPhone-ja van, most már elmondtam. Mindegy, tehát van telefonja neki, van rajta, persze szülői alkalmazás be van rajta kapcsolva, és mi nem vagyunk a tiltásnak, a teljes tiltásnak a hívei, a használhatják, de viszont sok veszély van, tehát meg kell érteni szülők, hogy nem hagyhatjuk órákra a gyerekeket magukra az okos eszközök előtt, mert rengeteg rossz indulatú ember van, rengeteg perverz, számító ember, és akkor ott vannak még az osztálytársak, akik valakit kipicéznek az iskolába, mert mit tudom én, pösze, mert mit tudom én, nem a legújabb cipőt hordja. Ezt akartam mondani, nem a legtrendibb ruhákba jár. Mi időnkben is volt ilyen, mert volt ilyen, de azért ilyen szintű, néha nem is tudom, hogy fejezem ki magam, szinte azt mondom, gonoszsággal csinálni ezt, nem feltétlen volt. Mi időnkben is előfordult, de nem voltak ennyire megártalkodottan, és talán nem is állt ennyi eszköz a
rendelkezésre. Most nagyon nagy szélsőségek vannak. Figyeljetek az ilyen online térben levő dolgokról, a szexuális töltető, vagy akár a pornó, meg ilyenekről, ne is beszéljünk, mert tehát tényleg ez, ami ez nekünk régen annak idején sunyogni kellett, meg trükközni, meg minden, meg videókazetta, vagy már érted? Az most a gyerekek két kattintás is, és a világ legdurvább szennyében vannak benne. És az a durva, hogy mi is halljuk a gyerekeinktől, hogy ezt csinálják a gyerekek. Igen, és ugye az iskolában, figyelj, nem kell nagyon messze menni. Hány éves volt az Ofi, hányadikos, amikor felvilágosítást kellett tartsunk? Nyilván második osztályos. Figyeljetek, másodikos gyereknek felvilágosítást kellett tartsunk. Nyilván a maga szintjén. De mi nem titkoljuk el, tehát mi nem feltétlen méhecskézünk, meg minden. Nem, mert azt akarjuk, hogy ez a bizalmi kapcsolat, ez megmaradjon. Meg ne az osztálytársaitól, ne az osztálytársaitól fél információkat kapjon, meg ilyesmi, hanem a maga valójában, nyilván ismétlem a maga értelmi szintjéhez mérten elmondtuk, van a mezőgazdászként mi más a szemléltetni, ugye szántóföld és a mag példája. Legjobb. Anyukának a méhében olyan, mint a föld, apukának olyan van a hasába, meg a mit tudom én, mint a magocska, és amikor nagyon szeretik, akkor a magocskát átjuttatja, ahol a magocska összeáll, baba, stb. Nyilván második a gyerekről beszélünk. Egyébként most... Negyedik. Igen, de hogy így most már negyedikesen egyébként ő már tisztában van a szexualitás fogalmá. Mondanám, hogy sajnos fel kellett világosítani, de nem vagyunk ilyen szempontból prüdek, tök elmondjuk nekik, mondom, a saját szintjükhöz képest. Miért? Mert ha nem mondjuk el, lehet, hogy nagyobb problémát okozunk. Hülyeséget hall az osztálytársaitól. Talán mondjuk teszem azt, ráveszik valamire. Hát hallottunk ilyeneket, hogy úgy lett a gyerek, hogy ugye nem tudták, hogy mit csinálnak végső soron, csak összetették, amik van. Hát ez is, értitek. Nem tudták, hogy gyerek lehet belőle. Hozzáteszem, persze ez megint más világ, de én annak idején ötödikben ilyen kb. Vörös fejjel ültünk, és hallgattuk a védőnőt a felvilágosításra, és mindenki kuncogott, vagy az mit tudom. Ha az osztálytársaim nézik, akkor erősítsák meg, ugye hatodikban világosítottak fel minket. Mindegy, mi ötödikben. Lényeg az, hogy persze az egész egy OB reklámra ment ki, mert utána egyből a védőre osztogatt az ingyen cuccokat, mi fiúk le voltunk tojva, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ugye megvolt a magunkhoz, miért eszünk ideje a dolgoknak. Úgy, meg megvolt a kellő távolságtartás az ilyen dolgokban, nem? Ja, nem, most én arra utalok, hogy megvolt a, tehát hogy minden az maga idejében, mert azt mondom, hogy egy ötödikes gyereknek az már azért bőven lehet ezekről beszélni. Na de most azért egy másodikas gyerek, és azért hozzáteszem, ez óvoda nagy csoportba kezdődött a szexuális témás dolog, mert ott nagyon, ugye főleg olyan családoknál, ahol van tínédzserkorú és kisgyerek együtt, ugye a nagyobb testvéreitől néha botrányos az, amit. Ezért mondom, hogy sok szülőnél egyszer nem is értem, mint a farkasok nevelnék a gyereket, hogy engedhetik-e. Konkrétan volt olyan kisgyerek, aki együtt nézte a szüleivel az olyan témájú filmeket, tehát hogy én nem tudom, hogy az emberek mit gondolnak, vagy hogyan szeretnének normális értékrenddel rendelkező embereket felnevelni. Én szerintem az van, hogy sokan azt gondolják, meg ugye néhány helyen véletlenül fogal meg a baba, meg minden, hogy jó van, megszületik, aztán majd csak lesz valami. Tehát így nem lehet hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Mi azért is vagyok ebben a dologban konzervatívabb. Egyrészt hitbéli meggyőződés, másrészt függetlenül attól szerintem, hogy de mondjuk ez is egy érdekes dolog, mert én úgy gondolom, hogy az a klasszikus értelembe vett normalitás azért erősen kötődik ahhoz, hogy például Magyarország is, meg Európának a java része, aki kultúrkörhöz tartozik, azért keresztény identitással rendelkezik. Tehát, hogyha valaki még nem is tartja magát hívő embernek, mégis olyan értékek mentén nőtt föl, ami alapvetően a kereszténységből lett átemelve, ez nagyon sok helyen a jogrendnek az alapja is, tehát hogy ebből a szempontból nem lehet Európát nem lehet, én ezért is gondolom, és nem akarok elkanyarodni a témát, de nem lehet keresztényíteni, mert egyszerűen azokat az alapokat veszik ki, amik egy átlag, teszem azt, erkölcsi morális szinten is, de még egy átlag ateistának is alap, mondjuk, hogy úgy mondják, hogy nem lopom el a fele barátomét, vagy nem tanúzok hamisan, meg nem ölök. Tehát ezek mind a Bibliában vannak, tehát ugye ezek alapvető dolgok. Neki vándott a fele barátod, itt igaz, az asszonyára, a lovára, a kutyájára, a macskára. Tehát ugye ezek megint csak ilyen dolgok. Na mindegy, szóval a gyerekeknél ez az aklatós téma,
mi ezeket így próbáljuk, mondom, az online térben nagyon, az online térben nagyon mérsékelten vannak fölengedve, felügyelet nélkül abszolút nincsenek, tehát itt a közösségi térben, nappaliba, vagy ahol mi tartózkodunk, ott lehet online, vannak online játékok is, PUBG-znak a fiúk, lányok, Among Us-oznak. Kell az tudom, a minimál kontroll, hogy persze, írogathatnak az osztálytársnővel, de például értelemszerűen nincsen lezárt telefon, tehát olyan, hogy mi nem férhetünk hozzá, meg ilyenek, stb. Most persze még könnyen van dolgunk, mert ugye 10 éves, de én azt mondom, hogy egyfajta kontrollt jó fönn tartani, ez nem semmiféleképpen nem beteges, megint csak preventív dolog, szülőknek se kell túl aggódni magukat, de azért van egyfajta jogos igény erre a mai világban, én úgy gondolom a szülők részéről, mert meredek dolgok vannak. Az biztos. Meg hogyha látjátok az arcán a tekintetén, mégiscsak a ti gyereketek belőletek van, hogy valamit titkol, akkor legyetek kedvesek vele, megértőek, ne támadjátok le, hogy na biztos ez van, meg az van, meg gyanúsítgatás, mert akkor soha büdös életbe nem fogjátok a bizalmát elnyerni. Én legalábbis most ideig ezt tapasztalom, aztán meglátjuk, nyilván remélem, hogy jó lesz a jövőben is, hanem kezdeményezzetek, hogy kibontakozzon a gyerek, hogy elmondja, hogy kisírja magát, ha kell, mert szerintem ennél lesznek összetettebb dolgok is, és hogyha itt is te támogatod és biztosítod arról, hogy neked ő elmondhatja, és hogy nyugi, nem lesz semmi, sőt, még egy jó tanácsot is adsz neki, hogy figyelj, ezt így csináld, úgy csináld, amúgy csináld, szerintem akkor az úgy nyert ügy egyelőre, aztán biztos, hogy majd változik, de én szerintem, hogyha most megvan ez a bizalmi kapcsolat, akkor ez nem vész el. Még hogyha abból is indulok ki, nálam is ez így megvolt, szerintem az alap az megvolt, főleg így apukámmal, hogy így megvolt a bizalmi kapcsolat, és nem veszett az el. Nyilván én is titkolóztam, meg mikor ilyen 13, 14, 15 voltam. Ki nem? Voltak kis titkaim, amiket így nem mondtam el neki, de aztán egy idő után mégis elmondtam. Alapvetően mi tényleg arra tanítjuk, hogy mindent mondjanak el. Igen, és legyenek. A nálatok is így volt, nem, hogy azért a jó kapcsolat megmaradt a szüleiddel, akkor is, hogyha... Az a lényeg, hogy tényleg a gyerek ne félelemmel forduljon feléd, ne legyen benne szorongás a véget, hogy most mi lesz, ha elmondja, hanem mi is tényleg arra bátorítjuk őket, ha bármi gáz van, mondja el, mert mi segít. És hozzáteszem, volt már olyan, tudjátok, egy kajánlunk, egy vasárnap, és így pont kisebb volt még az a fél, és így eszünk, és így, apa, mi ez a szex? És így, és így megállt a kanál a kezembe, hátradőlten. Nem azt a hitszettségi tőzé, gyerekek, most aztán fúj, honnan hallottad ezt a szót? Nem, akkor így... Így ránéztem Joe-ra, és így Joe ennyit csinált. Mondom, mindenki végzett a kajában. És akkor nem, készítjük, hol hallottad, stb. És ez komolyan, konkrétan ez a Zovi sztori, vagy nem, bocsánat, ez a másodikos sztori volt, vagy elsős. És akkor elmondtuk nagyjából, hogy hát miről szól ugye a dolog, hogyha szereti egymást. De tényleg mondom, korához mérten. Tehát próbáltuk olyan szemléletes példákkal, ami nem too much, de azért a irányában van a dolgoknak. Meg ha esetleg olyan van, hogy a gyerek, mit tudom én, már idősebb lesz, neki ezek a beszélgetések, ezek berögzülnek, és van, hogy mondjuk lehet, hogy lesz egy dolog, amit nem akarna elmondani, de mégis úgy dönt, hogy el fogja mondani, meg fogja veled osztani, amiatt a beszélgetés miatt, ami 5 évvel ezelőtt volt köztetek az asztalnál este, higgyétek el, hát én is emlékszem erre, amikor ilyen bizalmas dolgokról beszélgettem a szüleimmel, és volt olyan, ami arra késztetett, hogy amiatt, a dialógus miatt, ami akkor lezajlott, mondjam el ezt is. Nem negatív tapasztalattal zárult neki az, hogy megosztott velünk valakit, nem leordítottuk, nem elszívtuk, nem elküldtük a háztól, stb. Nem azért mondja el, hogy hanem, szívjuk széjjel az agyát. Még hogyha még volt olyan, hogy rossz dologgal is elénk jött, meg is lepődtünk, hogy bevallja. De úgy voltunk, hogy akkor se ugrottunk a torkának. Nyilván közöttük vele azért a beszélgetés közepe felé, hogy ez azért nagyon nem volt így helyén való. De mindenképpen érzékeltettük azt, hogy nem fogjuk azért fölkoncolni. Cornél. Még egy kicsit várok, hát ha. Ez a bizalmi kapcsolat tényleg mindennek az alapja, de tényleg. Figyelj, 2 darab kérdés van még, ezt tartsuk meg következőre, vagy... Megtarthatjuk. Biztos, hogy csak 2 van? Hát most úgy, hogy a témákat próbáltam összefésülni. Még nem tértünk ki a testvérek közti kapcsolatra.
De hát azt lehetne, hogy a hiszti kezelésre összevontam, illetőleg hát lenne a mentális egészséggel kapcsolatosan kérdeztek, gyerekvállalás, hát igen, meg hogy... Hát nem tudom, befejezzük most? Szerintem búcsúzzunk el, úgyis elhúztuk ez is így is, egy ilyen nehezebben emészthető témákat súroló live volt, úgyhogy szerintem ez így jó, nem végszónak a Kornénak a... Olyan, mint valami rossz sorozat, ez a folytatjuk, és akkor végére hagyják a cliffhangert, hogy kiabálás általában, hogy baromi jó az a két kérdés, ami kimaradt. Három is mondom. Igazából, hogy közben látok azért még egyet. Szerintem a kevés a kettő, úgyhogy én most gyors lépek. Vagyis mi gyorsan lépünk, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk élőben. Nagyon szuper kérdések érkeztek, hogyha tetszik a videó, akkor a YouTube csatornámra ti is, Instagramerek, YouTuberek, iratkozzatok fel, hagyjatok kommentet, tegyetek lájkot a videóra, vagy dislike-ot, ha nem tetszik, de remélem azért mindenkinek tetszeni fog. Írjátok meg, hogy milyen témákkal készüljünk. Igen. És hogy még milyen kérdéseket tennétek föl, mi érdekel benneteket, ami a esetleg tudunk segíteni, vagy mi már tapasztaltunk hasonló dolgokat. Úgyhogy maradjatok velünk továbbra is, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és folytatjuk a live csütörtököt, ígérjük. Sziasztok, szép estét! Sziasztok! Sziasztok! És mire lekapcsoltam? Befejezte a sírást. Te jó!